Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. A Best of Morning Show. Ugye a párkapcsolattal kapcsolatos témáinkat nagyon szeretik a hallgatók, és általában férjek, feleségek, barátok, barátnők is hallgatnak bennünket, és erről mindenkinek megvan a véleménye. És hétvégén voltam egy születésnapi buliban pénteken, ami egyébként nagyon jól sikerült, az esemény fénypontja az volt, hogy éjjel 11 órakor megérkezett egy tűzoltó autó, és ki lehetett próbálni a slaggal való locsolást. Nagy vonalú. Nem, ez volt az ünnepelt kívánsága, hogy egyszer kipróbálná azt, hogy milyen lehet, amikor brutálisan megnyitod magát a slagot, és ugye hát földönt a slag olyan ereje van, és ő ezt szeretné kipróbálni. Ez és ezt teljesítették ezt a kívánságot. Tudták, hogy elhoztátok a kocsit? Azt nem tudom. Nem láttam rajta tűzoltókát. Tudták, hogy 3 fok van hajnalban. Szóval a buli jól sikerült, 11 órakor megérkezett a tűzoltóautó, és az ünnepet kipróbálhatta, hogy milyen az, amikor full erővel te kinyitod a slagot, és betámasztasz, és locolsz. És hát a szervezők egyik kérése az volt, hogy mindenki hozott száraz ruhát, de az ünnepet puha volt, és nem fordult rá az ő tömegre egyébként. De nagyon jól sikerült kis buli volt. És beszélgettem ott egy srácsal, hogy ki hogy oldja meg azt, hogy hétvégén eljön bulizni, nem jön el bulizni, mit szól ehhez a párja, mit szól ez a felesége, barátnője, mert hogy tudjuk, hogy azért vannak olyan kapcsolatok, és szerintem nem is vannak olyan kapcsolatok, a legtöbb kapcsolatban egy idő után azért az okoz némi konfliktust, hogyha az egyik fél az elmegy. Vagy a másik fél megy el, mindegy, hogy a nő vagy a pasi, és elmondta, hogy neki volt egy olyan barátnője, és itt ragadt meg bennem a gondolat, hogy ebből jó témát lehetne csinálni, aki úgy próbálta hazazsarolni az illetőt, hogy amikor ő megérkezett haza, akkor utólag tudta meg egyébként, hogy eljátszotta, mintha sírt volna, hogy nincs otthon. Nem, eljátszotta, hogy ő mindig sír, amikor nincs otthon, és zsebkendőket hajtogatott az éjjeli szekrénye mellé. És amikor a pasi belépett, akkor azt látta, hogy 4-5 kisírt zsebkendő. Kicsit bevizezte, hogy átsírta teljesen. Szenzációs volt maga a történet, de elmesélte, hogy ő ezt utólag tudta meg, hogy ez a lány már egyébként több pasival is eljátszotta, hogyha nincs otthon az ő barátja, és elmegy hétköznap, elmegy hétvégén, akkor ő azt mondta, hogy gyere haza, mert sírok, hogy nem vagy, de sírok. És amikor ő belépett a saját lakásába, akkor azt látta, hogy a lány ott fekszik az ágyon, és hajtogatott, akkor ő még nem... taknyos, kicsit vizes zsebkendők vannak az éjjeli szekrényen. Sírtunk, hát amikor ezt elmeséltem. Hát szintelen hajzsalét rakott bele, nyilván, hogy úgy tűnjön, mint ha. Műkönyv. Most már van, tudod, műkönyv. Igen, de a sűrűbb anyagokat nyilván nem tudja. Igen. Sírtunk, amikor ezt elmesélte, hogy eljátszotta a leányzó, hogy ő jöjjön már haza, és ezért addig ő sír, amíg nincs otthon. Nem tudnék aludni. Igen. És ugye addig ott várta, hogy csapodjon a kapu, meg csörögjön a kulcs a zárba, és akkor gyorsan beszaladt a szobába, és akkor rávetette magát hasra, és Jézusom, tetszik. Igen. Na most ők szakítottak, és azóta, tehát ez egy régebbi története volt, és azóta hallotta más srácoktól is, akik ezzel a lánnyal vannak, hogy a hajtogatott zsebkendő az éjjeli szekrényen az ugyanúgy felbukkant a fiúknál, a műsírás és az origamizás addig, amíg haza nem jön az illető. És hát szájtátva hallgattuk ezt a történetet, hogy a féltékenységnek és a... És picit örültél, hogy Viki nem hajt. Hát gondoltam, hogy van-e ott zsebkendő. Nem saját a történet, és ugye érdekes témát lehet ebből csinálni, hogy az a fajta féltékenység, vagy az a fajta lelki, én nem is tudom, mit lehet erről mondani, amit egyébként pasik ugyanúgy tudnak csinálni csajokon, és ugyanúgy el tudják követni, annak milyen variációi vannak, ki hogyan nyomasztja a párját, ki hogyan próbálja érzelmileg zsarolni, ha valami nem olyat csinál, ami neki tetszik, és most nem csak az elmenetelekre gondolok, mert szerintem ilyen eszközök vannak a férfiak, és vannak a nők fegyverzetébe is betöltve, ha lehet így mondani. De ez hogyan... egy lelki zsarolás, igen, mindegyik. Tehát mi, és tök mindegy, hogy mi a kiváltó ok az, hogy elmész, nem mész, eltetted, nem úgy csinálod, más gondolsz. De ez lehet az is, amikor valaki elmegy horgászni hétvégén, és az a párjának nem tetszik. Ez lehet egy csajos bevásárlás is, amikor a pasi valahogy megpróbálja nyomasztani az ő barátnőjét, hogy ne menjen el 3 csajjal vasárnap, mint ma már nem megy, mert be van zárva minden, szombaton shoppingolni, hanem inkább üljenek otthon, mint a megszomorodva. És
aztán az egész társaság erről kezdett el beszélgetni, hogy, hogy ki, hogy mit csinál férfiként, nőként, bekapcsolódtak ebbe sokan, hogy, hogy, hogy kinek milyen eszköze van. És rájöttem egyébként, hogy ez nem csak női eszköz. Tehát ezt pasik ugyanúgy csinálják, ha a barátnő valami olyat csinál. A duzzogás, az ellenelmenetel. Mondjuk egy férfinél ez még mókásabb, meg hát ezért vagyunk bőszintén egy picit szánalmasabb is. Tehát ez a... Nagyjám. De hallottam, de van ilyen pasi is egyébként. Tehát amikor elmegy sokat a csaj, vagy barátnőzik, akkor a pasi ellenprogramot szervez, vagy pedig ugye ő is megpróbál egy kicsit dúzogni. Egy dúzogó pasi az kellemetlenebb, igen. Házi munka megosztásánál például a beosztott mosogatás a nő feladata. A egyik haverom pedig miután nem mosogatott-e 3 napig a barátnője, akkor azt csinált, hogy kipakolta az összes tányér, de a mélytől alaposan a kicsinát, és mindegyiket egy picit bekoszolta. Valamivel bekente, hogy koszolja. Hogy mit csinált? Tehát ő mosogatott be volt, egy ideig? Nem, be volt osztva a mosogatás, az volt a leosztás, hogy a nő mosogat. És a srácnak más volt a feladat, és nem volt elmosogatva 3 napig. Nem az történt, hogy szóvá teszed, hogy figyelj szívem, most már tényleg áll a dzsúva, vagy elmosogat, hanem kipakolt minden egyes tányért, kivette mit én egy csokis linzert valahonnan, mindegyik tányérra húzott egy X-et, és lepakolta így a mosogatást. Látványosan. Hogy mennyi mosatlan van. Na, nézd meg, mennyi mosatlan. Na, nézd meg, terem, nem mosogatsz, igen. Mi a célja ezekkel a fajta, nem is tudom, nyomasztásokkal a pasiknak vagy a nőknek? Az, hogy a kedvesük az ne menjen el, vagy az, hogy maradjon otthon, vagy, tehát például egy összegyűlt, elsírt, átsírt papír zsebkendővel, mit akart az a leányzó elmondani? Hát szerintem, hogy ugye, amikor nyílik az ajtó, akkor hallod, hogy hüppög a csajod. És mire belépsz, ott látod, hogy 6 papír zsebkendő, és az ember, aki elmesélte, na jó félsát. Ugye hónapokig hitte azt egyébként, hogy a barátnője tényleg zokok. Aztán utólag derült ki, hogy nyilván ez egy műsor, és hogy ő ezt nem csinálja. Tehát ennek az az értelme, hogy ne menjen el, szerintem vagy hogy jöjjön haza előbb, vagy maradjon vele, hogy ne menjen el, maradjon otthon. Mert ebbe tényleg ez a fajta ilyen vegytiszta féltékenység van benne, hogy nehogy már jól érezze magát nélküle. Tehát jól érezheti magát, meg el is mehetne. Egyébként, hogyha elvinné magával, akkor valószínűleg nem lenne semmiféle probléma, de így, hogy egyedül megy el, és egyedül érzi magát, valahogy az élményt is sajnálja tőle. És tudod, milyen az ilyen nő, az egyébként a kulcs csörgésig, tehát amíg nem hallja meg, hogy jön a csávó, addig beszélget a Balázs nőjével. Te képzeld el, milyen cuki. Nem hiszem. Jön, le kell tenni. Fél évente kétszer legalább ezt csinálja. Tehát ez a lány, ez ott volt 6 darab a zsebkendővel, meggyűrte az összeset, bevizezte, lerakta az éli szekrény mellé, és elkezdett sírni. Igen. Csak... Minden pénteken úgy mész az, hogy sír a barátnél az ágy mellett, és ráadásul... ott van 6 darab zsebkendő. Fia, ahogy elmesélte, sírtunk a rögéstől. És ráadásul egyébként ez szerintem ez a szemetebbik formája a dolognak, mert hogy ilyenkor ugye lelkismert furdalás is kell tesz. Mert az, amikor például mondjuk egy férfi esetében én az ilyen a férfi sír, az nagyon jó. De amikor tudod, a férfi úgy próbál meg, tudod, hogy ez a látványos durcáskodás, tudod, másnap ül a tévé előtt, és tudod, így nem hagy, tehát hozzá akar szólni a felesége, vagy a barátnő, és így nem látod? Nem látod, hogy a nyílméreg békákról megy a tévében? Tudod nagyon jól, hogy mennyire érdekelnek. Jó, most hagyjál, légy szíves, békén. Amikor ezt pasi csinálja, azt mondod? Amikor igen. Amikor én szeretnék foglalkozni valamilyen dologgal, ami számomra fontos, akkor persze te nem hagysz. Te elmehettél tegnap, ugye? És akkor itt bújik ki a szög a zsákból. Én hallottam, hogy csajok, hogy csinálják, de honnan tudott egy a pali, hogy csinálják? Hát honnan tudnám? Hát honnan fura ez nekem, mert én hallottam egy csomó történetet, hogy a lányok mit csinálnak, amikor valami olyat csinál a pasi, ami nem tetszik nekik, és elindul a lelki nyomasztás, lelki zsarolás. De a férfiak más kéze, van nekem fontosabb dolgom is most. Igen? Szóval nálatok ez nagyjából egy így megy? Így, igen. Egy picit így. Beletemetkezel egy átlagos távirányító szerelésbe? Igen, egy nagyon fontos, haladhatatlan távirányító szerelésbe. Egy döbbenetes elemcserébe vasárnap reggel, ha például a Móni esetleg valahova elment. De ugye, csak mondom a hallgatóknak, hogy ne arra gondoljatok csak tényleg, amikor majd SMS-t írtok, hogy hétvégi elmenete, hanem bármi olyan, ami érzelmi zsarolással szembesül ott. Tehát ez lehet egy baráti találkozó, tényleg egy horgászverseny, modellezés a garázsban, amikor azt látjátok a párotokon, hogy na, most elindult az a bizonyos érzelmi hadviselés. A tüntetés, gyorsan az ellenállás. Felkeltem a gyereket, hogy sírjon, tudod? Nem sír, nem, semmi baja nincsen, egyiket fekszik, és hogy egy édesdől alszik, de amikor menne el apu, a horgász persze is már a hátán, már viszi a hónalat a kis terepszínű kis izét, kis ülőkéjét, meg a kis szettet, meg minden, akkor gyorsan felkeltem a gyereket, addig rázom, az ellen sírja magát. Nagyon klasszik. Nagyon klasszik. Ezt ugye a szüleink is csinálták, ez is egyfajta érzelmi terror volt, te péntekkel hazamentél, szombaton aludtál volna.
volna, az én anyám mindig úgy tudott takarítani, hogy a porszívó fejét 150-szer nekivágta az ajtómnak. Ugye ez egyfajta szülői nyomasztás volt, hogy reggel 8-kor ébredjek már föl, nyilván akkor kellett porszívozni, és úgy a szobám előtt, hogy 26-szor a porszívó fejét, így nagyon alaposan, mert az a rohadt porcica nem akart kijönni a szobából, az megvan? Ja, és úgy takarított direkt, és kicsit kintotta az ajtódat, és csak kicsit beporszívózott. Tudod? Gondoltad, hogy ez nyilván nem ér rá egy órát, kicsit körbeporszívózta az ágyadat, de persze te ne kelj föl, aludj nyugodtan. Hogy nem, természetesen a róló is elakadt. És ugyanez szerintem átültethető párkapcsolatban. Nekem van ismerősöm, aki elmondta, hogyha ő hazajön buliból, akkor a nő az nem csinál mást, mint hogy direkt, nagyon egyszerű kis pszichológiai hadviselés, egy lehellette hangosabb. Uh-huh. Tehát ő aludna, és így nem történik más, csak pont úgy csapja össze a tányért, pont úgy pakol be a mosogatógépbe, pont úgy intézi, hogy szoba felét üsszent. kicsit később vegye föl a síró gyereket, és azt, hogy nem hiszem el, hogy rájött, hogy a csaj teljesen tudatosan, ha ő szombaton aludna, akkor picit persze neki főz, picit persze neki lesz ebbe a lakás, de kicsit minden hangosabb, mert alvás irigy a nő. Tehát arról szól, hogy ha a Pali nem kell föl együtt a családdal, akkor a nő az alvás irigybe megy át. A tiszta evőeszközt nem beteszi a kredencbe, hanem beejti. Igen. És elindul az alvás irigy vagyok a páromra, jaj, ne aludjon már című történet. És csak olyanokat csinálsz, ami egyébként rájön egy órával később is. Ugye? Tehát bőven. Tökre te is ülhetnél egyébként a tévé előtt, drágám. Nem, neked most kell pakolni. Így van, most nyomom ki a levegőt az üres pillepalackokból, természetesen a konyhakövön lábbal. Há, hogy? Most pakolok be úgy 8:30-kor abban a mosogatógébe egyébként, mert te alszol, mert elmentél szemét módon, ami nem ér rá 10 óráig, hogy négyszer veszem ki azt a tányért, és négyszer teszem vissza ugyanúgy, nem? Igen. Sóhajtozás, hozzá hangos sóhajtozás mindenre, már hogy még éreztessed is, hogy te dolgozol. Természetesen. Össze-vissza vannak a konyhaszekrényben, össze-vissza vannak természetesen az edények, most kell rendbe rakni, most kell külön válogatni a különböző készleteket, a poharakat, a tányérokat, a leveses tálakat, hadd zörögjön. Igen. Valaki azt írja, hogy így éltem 28 évig. Ez rendben van, csak írd meg, hogy mit csinál. Hogy? Tehát, hogy egyrészt férfi volt, vagy nő volt, mert nem hiszek abban egyébként, hogy csak nők csinálják. Szerintem a palik is tudnak ilyenek lenni, amikor tényleg egy csajos szülinap van, amikor a barátnőjük, feleségük elmegy valahova, egy pasinak ezt nehezebb beismerni. Szerintem a nő ezt őszintében csinálja, mert ő ezt valahogy fel is vállalja, egy pasi az aljasabb, mert neki ezt azért ciki beismerni, hogy ő most lelki duzzog, nem? De elindul az aljaskodás. Miért csináljátok ezt? Nem csinálom, tehát nem tudok erre válaszolni, pont ezt itt beszélgetem. Nincs direkt hangos takarítás, kicsit nincsen semmi. Nem lehetsz hát, ennyire jó. Tényleg, nem, én tényleg? Velem vagy annyira ösztönösen csinálod már, hogy észrevesz. Nem. Ez egyébként jó megoldás. Annyira szemét vagy. Már nem mer elmenni otthonról. Annyira szemét vagy mindig, hogy nem tűnik föl igazából. Én más, hogy fogom fel ezeket a dolgokat. Volt olyan az életünkben, amikor Péter mondjuk 3,5 évig Veszprémbe dolgozott, na hát akkor egy ilyen típusú nő a kefét rágta volna. Én nem vagyok ilyen típusú. Lement ott, fölkérték a színházba, a színháznak volt a sajtófőnöke, és ezt a munkát elvégeztem, nagyon szerette volna. És akkor ingázott Budapest és Veszprém között. Kácér színésznőcské. Tehát nincs ilyen, hogy ő aludna szombaton, és tehát kicsit direkt elsúzod a húslevest, kicsit úgy takarítasz, hogy neki tolod a szobának a porszívó fejet, tehát nem csinálsz ilyet. Ismerek ilyen nőket, akik viszont igen, mondjuk elmegy a párjuk bulizni, és mondjuk azzal büntetik a kedves partnerüket, hogy mondjuk van már gyerek, és akkor kelljen ő föl mondjuk a gyerekhez. Tehát, hogy ő bulizott, akkor aki éjjel. Legény, mert, igen, az legyen, reggel is legény. Hétközben te kelsz hozzá, akkor hétvégén. Akkor hétvégén most... el lehet menni bulizgatni, el lehet, de én alukálok tovább. Befordulok a fal felé, és hát te jöttél haza hajnali ötre, hát akkor kell is van a gyerekhez, hiszen van egy közös babánk. Valamit valamiért. Ismerek mondjuk ilyen csalokat, valamit valamiért, így van. Remélem, jól érezted magad este? Jó volt a buli? Én alukálok. Tehát, hogy otthon marad a csaj? Igen, otthon marad a csaj, és ezzel büntetett hát a párját, hogy föl kell hozzá kelni. A gyerekkel, érted? Igen. Akkor apa kelljen. Apa mert a gyerek alszik éjszaka. Hát de már reggel nem. De ja, a hölgy akkor tovább alszik. Meg azt ki tudja, hogy mit csinált a gyerek éjszaka? Igen. Amikor te bulisztál, és én helytáltam. Ja, és akkor neki kell. Igen, neki kell fölkelni. Tehát jó, vannak nyilván nyomasztások, meg lelki terror, tud mindenki. Azt inkább csajok csinálják, vagy a pasik is csinálják ilyet, mert a palikon, ugye ez nehezebb észrevenni. Nagyon sok féltékeny. Meg szerintem a csajok valahogy genetikailag sokszor úgy vannak
kódolva, hogy ők erre valahogy ki, tehát a személyük elleni támadásnak vesznek egy-egy dolgot, programot, bármi olyat, ami mondjuk az ő hatáskörükön kívül van, nem? Tehát ez a fajta női paranoia, ez sokszor megvan bennetek, nem tudom miért. Mindenhol ott akarnak lenni. Hogy egy pali olyat csinál, ami a nőnek nem fér bele, lásd, nem tudom, elmegy ide-oda, akkor a nő azt a személy elleni támadásnak veszi, és elindul a finom, csendes bosszú. Nyomasztás. Hogy látszik rajtad, hogy jól érezted magad. Na jó, tehát a jó sztorit nem szabad otthon elmesélni, tehát hogy milyen jól érezted nagyon magad. Rossz voltam. Milyen volt? Nagyon rossz, semmi. Kár volt elmenni. Tök felesleges volt. Sajnálom, hogy nem veled voltam. Igen. Menj haza, és sajnáltasd magad. Nem tudom, szóval ez szerintem tényleg több ilyen nő van, bár én ismerek olyan pasit, aki rettenetesen féltékeny, és minden kapcsolat ezért megy gajra. Én hiszem azt, hogy palik is nyomasztják a csajukat, feleségüket, tehát hogy azért ezt nem csak nők csinálják, remélem, hogy írnak majd olyan nők, ahol elmondják, hogy a pasi hogy duzzog, mert az az igazán izgalmas, persze nyilván pasik is írjatok, hogy a csajotok mit csinál, de amikor egy-egy érzelmi terrorista férfival élsz együtt, hogy ő mit csinál vajon? Azoknál a férfiaknál van, ismerettségemben vannak ilyen férfiak, akik nagyon-nagyon féltékenyek, ahol az elején a kapcsolata elején megégette magát olyan nőkkel, akik félreléptek. És akkor innentől kezdve bizalmatlanná válik. Igen, és lelki terror megy, mert ő... Igen, de ez a fajta lelki terror, ez nem csak arról szól, hogy te féltékeny vagy, hanem csak valahogy hogy ad vissza valami kis apró sérülést, amit te előző este beszedtél. Egy hosszú kártyaparti után, ahonnan hazajön a férjed, vagy bármi, nem? Ahol tudod is, hogy nem csajozod, de akkor finoman rohadjon meg szombat reggel, és ne csinálja már azt, amit ő akar. Igen, irítség. Azért az én főmozgatórugó még benne az irítség, hogy én nem voltam ott, de te ott voltál, és te jól érezhetted magad, de én nem. Apámnál a vasárnapi kocsimosás volt ez. Nem, a fater mosta mindig a kocsit vasárnap, és nekünk vasárnapban ebéd volt. Ugye vidék, ott nincs olyan, hogy negyed. Ott nem ülsz az asztalhoz, ott lefejeznek. Akkor véged van, és a fater, ha berágott anya, akkor ő nem jött be. És akkor most a kocsi mindig kész volt 11-re nyilván, a tavaszi napsütés megcsillant rajta, nem, még negyed egykor mosni kellett, anyám üvöltött a konyhaablakból, gyere már, meleg ízé a leves. És ő egyébként nem csinálta rosszat, mert ő csak ártatlanul lemosta a kocsit. Lemosta az autóját. Te mosod le, ha én nem csinálj meg senki. A legfifikásabb, de közben tudod, hogy a feleséged meg fejre áll, hogy üljél le a vasárnapi asztalhoz. Ugye? És nem csinálja, csak autót mosok. És már jön le róla a dukkozás, de még mindig fényesi. Józsi, legalább vacsorát, gyere már este 6 óra van. Nem. Még nincs kész, még a gumikat át kell fújnom szilikonsprével. Na, drága hallgatók, tessék akkor vallani. Jó? Kinek milyen trükköt vett be a párja, ha úgy alakult a hétvége, a hétköznap, ami számára nem elfogadható, nem tetszik. Milyen szinteket ismerünk meg az érzelmi lelki zsarolásban, lelki nyomasztásban. Jó, ezt írjátok meg nekünk, hogy ki hogyan próbál revansot venni a párján, ha valaki szegény olyat csinált, ami neki nem tetszett. Csajok is írjanak, ha pasik esetleg büntetnek, mert az is nagyon érdekel bennünket. 3:48 lesz pontosan. 5 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek. Nagyon érdekes párkapcsolati témáról beszélgettünk a továbbiakban is, mert ugye szóba jött egy hétvégi buli, ahol hallottam egy nagyon helyes történetet, miszerint a leányzó, ugye hát a hajtogatott papír zsebkendőt rakott sokat az éjjeli szekrénye mellé, és kiderült a szakítások után, hogy ezek kamu zsebkendők voltak, azt szerette volna elhitetni a barátjával, hogy ő mindig sír. Egyedül van szegény. Ő mindig sír, amíg a pasia nincs otthon, és igenis menjen haza, mert addig ő folyamatosan bő. És ugye a Pali belépett a szobába, és azt látta, hogy a lány ott ül hüppögve, és 43 darab papír zsebkendő van az éjjeli szekrényre téve, mint később kiderült, ezek egyébként hajtogatott papír zsebkendők voltak, mert hogy a lány ugye nem sírt valójában, csak szerette volna otthon tudni az ő pasiát. És arról beszélgettünk, hogy kinek milyen eszköz van a kezében, és ki hogyan próbálja a párját egy kicsit érzelmileg zsarolni, ellehetetleníteni, ha valami olyat csinál, ami neki nem tetszik. Hát az SMS-ekből látjuk, hogy azért van sokan élnek ezzel a fajta lehetőséggel és ezzel a fajta eszköztárral. Pasik, férfiak, nők, mindenki hát szorongatja a párját, ha valami olyat csinál. Nyilván nem mindenki, mert azért nagyon sokan írnak, hogy ők ezt nem csinálják, de tudnak olyat, ahol van. Azt mondja, hogy Andi vagyok, van egy gyermekünk, 14 éve vagyunk együtt a férjemmel, mi ha megyünk a csajbuliba, akkor a férjem már a buli előtt kicsinál egy héttel a viselkedésével, dúlfúl, alig szól hozzám, csapkodja az ajtót véletlen. Aznap este a készülődök, öltözködöm, veszekszik, a buli után meg kell egy hét, hogy szent legyen a béke.
Borzasztóan viseli, ha én elmegyek bulizni, pedig ritkán szoktam, amúgy fordítva teljesen természetes neki, ha ő elmegy. Egy duzzogó férfi. Az kemény lehet, nem? Ráadásul és minden hosszú beszólást ideig. Kapsz, mindent, tehát bármit csinálsz, apa megmondja, hogy nem jó így. Igen. Az én párom az érzelmi zsarolások Bin Ládene. Ó, te szép. 3 éves lányunk mellett ritkán megyek el szórakozni, ha eljutuk, akkor másnap apuka kedvesen jó hangosan rászól a gyerekre, hogy hagyd aludni anyádat, későn ért haza. Csak hogy biztos legyen az ébresztés. De jó. Nekünk egy hallgató. Itt van valaki a vonalban, halló, jó reggelt. Hello, sziasztok, Petra vagyok. Hello, Petra. Na, nálatok akkor pasi csinálja? Igen. A pasid? Igen. Pasid vagy a férjed? Hát vőlegényem. Vőlegényed, na mit csinál? Hát például elmegyek a barátnőmmel ebédelni, vagy vacsorázni, vagy találkozunk, rendszeresen hívogat mindenféle ürüggyel, hogy most jaj, ezt hova raktad, jaj, most mit csinálsz, jaj, most miért nem. Ez egy kis ellenőrzés van, ugye? De ezt hátszer is üteni tudjuk, tehát mondjuk egy ebéd vagy egy vacsora alatt hányszor szólal meg a telefonod? Hát volt már olyan, hogy hát ilyen 4-5-ször. 4-5-ször fölhív. Csak ő ártatlanul érdeklődik, vagy próbál valamit megkérdezni. Igen. Tehát így mondom, minden otthoni dolgokkal, esetleg munkával kapcsolatban, vagy most mi a újság, vagy most hol. Tehát így mindig valamit kitalál. Ő nagyon kreatív. És kérdezi, hogy hol vagy? Vagy hogy merre vagy? Nem, azt mindig tudja. Tehát mindig úgy tudja. Megyek el, hogy tudja, hogy hol vagyok. Úgyhogy nem szoktam nem megmondani, de azt tudja, és akkor attól függetlenül erősen érdeklődik. És olyan vagy megjelenik a helyszínen? Van, volt. Nem mondott olyan. Nem mondott, várj, hogy vacsorázol valahol a barátnőd, és egyszer csak beállít vidáman harmadiknak, leül, kér egy somlóit, és néz rátok ártatlan szemekkel? Igen, és hát ismeri a barátnőimet, mindegyiket. Hál' Istennek jó viszonyban is van velük, úgyhogy szeretik őt, mindenki próbálja őt elfogadni. Azért az nagyon kellemes, hogy van egy ilyen csajos vacsora. Sziasztok, egyetek nyugodtan, folytassátok, csak adok ide egy kicsit. Egy negyedik teríték is. Csak benéztem. És akkor ott a csajos vacsorán, a csajos vacsora helyesen. Balra nézés, valaki a pultnál ott ül, tudod, és mindegy, Jézus. Igen, ez a pont most arra megyek, és akkor megállok, jó? Hát mondom, gyere. Hát azért ez érdekes. Figyelj, mikor rátelefonál, hogy valamilyen halaszatlanul sürgős dolga van otthon, például, mit tudom én, március közepén megkeresni a karácsonyi izzókat, vagy ilyen. Ilyen is van? Tehát, hogy érezni lehet, hogy teljesen felesleges dolog miért telefonál? Persze. Csak szeret egyébként, és veled akar. Ja, nincs ezzel baj, persze, tudom én ezt, csak azért néha kellemetlen. Tehát most is hétvégén meg voltunk hívva valahova, és ráadásul ő is meg volt hívva, tehát még most az sem volt, hogy csak én mentem el, és akkor most ő otthon marad, és most megint ki van ebből a buliból hagyva, és nem jött. De nem ment el. Neki nincs kedve, nem, meg... De azért te sem menjél le tőle. Igen. Igen, és akkor előtte már megkezdte ezt a lelki terrorizálást, hogy akkor most látta, hogy egész nap készülöttem, nem mentünk és el. És utánad ment, fogadjunk. Nem ment utánam, és nem is válaszolt. Írtam neki este, hogy hát mit csinál, meg ilyenek, mert éreztem, hogy megint gáz van, tehát hogy megint gúrta. És mi lett a vége a sztorinak? Nem ment el. A vége nem ment el, de szombat déltől körülbelül vasárnap estig duzzogott. Jó, van, Petra, menjünk el tovább, bocsánat, köszi, hogy elmondtad. Kitartás neked ez a pasihoz, jó? Köszi. Szép hosszú házasságot nektek. Ciao. Hogy még most lép vissza. Hello. Azt mondja, hogy... A volt férjem, ha nem akartam valamilyen programon részt venni, nem ért haza időben, majd mikor fél órával késéssel elindultam, SMS-eket írogatott, hogy nekem fontosabbak a barátaim, mint ő, majd kb. Egy óra elteltével nagykegyesen megjelent, és elvárt, hogy örüljek neki, ezt már küldte nekünk. A volt férjem és a mostani párom is hamarabb kell fel, mint én, direkt nyitva hagyja a hálószoba ajtót, és hangosan pakol. Júj, de szép. És ha alszanak körülöttem, szinte repkedem a levegőben, hogy igen. Én, ha alszanak körülöttem, szinte repkedem a levegőben, hogy nyugodtan aludjanak. Én már a gyermekeimet is így szoktattam, hogy tiszteljék, ha valaki alszik. Ők is már lábújhegyen járnak reggelente.
Azt mondja, volt pasim, ha elmentem valahol, már SMS-ekkel, meg hívásokkal bombázott, amit tönkre nem tette végleg a programom. A végső pont az volt, mikor ezzel már nem ért el semmit, hogy feltűnően összepakolta a ruhát, és kijelentette, ő hazaköltözik, de még órákig állt a utcával az ajtóban. De most már indulok. Most már nem tudsz visszatartani. Igen, most már tényleg elmegyek, már kim van az egyik lábam. Szerintem a pasik jobban tudnak büntetni, exem igazi terrorista volt, nem engedte, hogy a csajokkal két hetente elmenjünk vásárolni moziba. Ő minden alkalommal bólogatott, mosolyogva, hogy menjek, de mire hazaértem, áll a vál, hogy a reggeli kávéscsésze miért nincs elmosogatva, nem vasaltam ki a holnapi inget. Ugye? Ez a lelki terror legalja. Bizony. Amikor nem mutatod, hogy dühös vagy, csak megpróbálsz valamit kitalálni. Volt, hogy a ruháim ki voltak szórva a szekrényből, én mindig biztattam, hogy ő is menjen a barátokkal bárhol, mert szüksége van erre az embernek, de ő azt mondta, hogy nem... hogy ő nem akar. 80 napot voltunk együtt. Timi küldte nekünk. Nálunk úgy működik, hogy ha hazajön, kiabálok, veszekszek, morgok, és másnap szemétkedek, mert én nem mehetek el. Kicsi a gyerek, de mindig mondom a férjemnek, hogy menjen nyugodtan. Mindig mondja a férjem, hogy menjek nyugodtan, nem érdekli. Mikor mennék, akkor neki biztosan el kell venni valahova, hogy én ne tudjak elmenni. Persze, menjünk igazi személy. Most nem jó. Ha már leszerveztük a srácokat, otthon, hogy én megyek. Megyek ezért, tudod, hogy a múltkor is elengedtelek. Igen. Az én csajom egyszer suttogó hangon felhívott, hogy zajokat hall a konyhából, betörő van a házban. Szaladok haza, berontok baseball ütővel, nyilván nem volt sehol senki. Meg vagyok győződve, hogy kamuzott, hogy elérje a célját. Halló, valaki van a házban. Szerintem agyúzom az... meg, hogy most merre vagy. Haza tudnál jönni. Az a veszély, hogy ezt háromszor eljátszom, negyedszerre nem jön vissza. És amikor meg lehet, hogy van tényleg valaki. Igen. Csajos nyaralásra mentünk, őt is hívtuk, de nem volt Szabia csatlakozni. Minden reggel 6-kor az SMS-ére ébredtem, hogy ő milyen rosszul aludt. Illetve alig hívott fel, mondván, hogy sokba kerül, hogy külföldön vagyok. Ez is szép, amikor túl sokat jelentkezik, vagy egyáltalán nem jelentkezik, ugye? Nálunk semmi trükk, megmondja, hogy nem mész sehova. Legalább tiszta. Ez tiszta, a Rolibák küldte nekünk. Nyílt egyenes. Igen. A mindennapos duzogás elviselhetetlen volt. Volt például kiváltó ok az, hogy az út másik oldalán sétáltam haza, biztos azért, mert kocsival hazahozott valaki, és nem a busz oldalán jöttem. A végén már a barátaimmal se találkoztam, inkább mert utána a napokig kellett kiengesztelnem, az e-mail címemet feltörte, ellopta a naplómat, hogy találjon valamit, amint tovább duzzokat. Ha ellopta a naplómat, akkor férfi volt az illető, nem? Ellopta a naplómat. És az emlékkönyvemet is. A végén önbeteljesítő lett, meg is csaltam a pasimat. Még fiatal voltam, életem legrosszabb másfél éve volt, írja egy hallgató. Szerintetek mennyivel lesz finomabb a rántott hús, ha reggel 6-kor kiklopfolja a húst? Sokkal! Sokkal. Feri, van ilyen a szakácskönyvekben, hogy klopfold reggel 6 és 7 között a frissen pirkadatban klopfold a rántott hús? Így van, mert a belső napsugarai másképp pújítják a húsit. Persze, 6-kor. Atya úristen. Na jó, ez igen, ez a 6-kor, rohadjál meg, hogy alszol. Persze, buli volt tegnap. Ja, és mi a duma? Neked csinálom az ebédkicsim. Persze, ez az ártatlan zajongás, de ebben nem tudsz belekötni. Az én drágám, még az olvasása is féltékeny, fáj a háta, menjek a hálóban, masszírozzam meg, majd a keze is zsibbad, idő után feladom, és megyek mellé tévézni, puszi Marci. Tehát, hogy otthon ül a nő, olvas, a férfi pedig ellenduzzog. Ellenduzzog, hogy ne olvasson. Engem nem zavar, ha a férjem elmegy a barátaival bulizni, viszont ha én szeretnék elmenni a barátnőmmel, akkor ő rögtön azzal jön, hogy nekem fontosabbak a barátok, mint a család. Igazi lelki terrorista. Írja egy hallgatom. Azt mondja, ezek a játszmák annyira szánalmasak, írja valaki, 9 éve leszünk együtt a párommal, de nekünk nem fáj az, ha másik jól érzi magát a barátaival, el tudunk tölteni külön egy kis délutánt vagy estét, szólunk egymásnak, hogy hová megyünk, kivel, mikor jövünk haza, aztán ennyi, az ilyen emberek nincsenek tisztában önmagukkal, félnek, hogy elveszíthetik a párjukat, de egyel is fogják, ezt Timi küldte nekünk. Az én exem epilepsziás pánikrohamot szillelt, ha egyében egyszerűen akartam menni valahol. Ez olyan jól tette, hogy a kiérkező mentők benyugtatózták, és még ezt is bevállalta, csak hogy nem elsek sehova. Persze, minden héten helyen. Figyelj, nyugtató után már mehetsz, nem gyorsan, fog kiabálni. Gyorsan, fakan alatt a fogja, azért nehogy elharapja a gyermek. Azért az már, amikor a mentősöket is megtérezted, ott van színjáték. Vagy hogy jött rá, hallgatom, hogy ez színjáték. Tehát mikor ismerte fel először? Például a bajta kinézett, hogy nekem már a mentő? A mentők elmentek, és abban a például, hus! Na ugye, drágám, ma már nem hagysz itt. Na jól van, hát köszönjük szépen az SMS-eket. Van akkor. Van baj. Férfiak is, nők is csinálják, igen. Kávé keverés a kanállal 50 percig 10 centire a fejemtől. Uh-huh. Amikor ébredni kezdtek, mindig elrohan. Igen. Jó ide. Aludj csak, drágám, csak kávézom. Halkan... Én csak csinálok gyorsan egy omletet 20 tojásból. Jobb fel kell verni, tudod, az a titka. Neked csinálom a reggelit. Nem vagyunk igen. A 20 tojásra. Jó ide szép. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Azt akartam kérdezni tőletek, hogy ti, mint apukák,
diák, szerintetek az problémás, hogyha én mondjuk 8 óra előtt rátelefonok a gyerekre, hogy nézze meg ezt a történelmet, mert hogy ma dolgozatok lesz, és hogy ne felejts el, hogy mennyire hiszek benne, hogy ez is ötös lesz. Szerintem és hogy olvassa át, vagy... mert egyébként rátelefonáltam, és mondtam neki, hogy jól lenne, hogy még egyszer átfutnám, mert tegnap is átfutott, és nagyon jól ment, nagyon jól, de hogy mehetne még jobban is, hogyha még majd a dolgozat előtt még egyszer átolvassa. Mikor írja ezt a... És hogy ez így jó szerinted, de a 8 óra előtt még hazatelefonálok? Az nyomasztja a gyereket, vagy ez... De mikor írja a dolgozatot? Az első órája történelem? Nem. Nem? Tudom. Tehát reálisnak tartod azt, hogy még a nagy szünetben, mikor elfogyasztanak is sonkás zsemjét, és meginne az iskola tejet, vagy fogócskázna egy kicsit, vagy rohangálna, még ő olvassa a történelem leckét 8 esetleg órakor. Zsömlét. Esetleg zsömlét. Ne adj Isten kiflit. Vagy bármilyen croissant majszol a gyermek. Miért nyomasztod ezt a gyereket? Miért nem hagyod élni? Hogy már békén. Tényleg, hadd rohangáljon egy kicsit, szellőztesse ki a fejét. Tegnap tanult. Tanult. Na. Este lefekvés előtt visszakérdezte tőle a leckét, fölmondta. Mi a szakirodalom? Figyelj, keverte az SS-t az S-szával, érted? Ó, hogy milyen vidám dolgokat tanulnak most éppen. Egy kis Gestapo, egy kis NSDAP. Figyelj, most nálunk, már ez van, második világháború. Második világháború, vagy a második világháború előszere a Reichstag felgyújtása is hasonló. Előzmény is így van, ahogy hívják, egybe az egész? Persze, egybe kapják. De mi a Hitler? Nem egy egyszerű, idő. Nem hát, egy egyszerű. Figyelj, mert azért a második világháború önmagában is egy nagy fejezet, de a Reichstag és a náci hatalomra jutása. Európában egészen náci hatalomra jutásáig. Tehát, hogy nem egy egyszerű történet, és ugye rengeteg évszám, rengeteg különböző. Biztos segít neki a 8 óra előtt rátelefonálsz, hogy olvasd még át a nagy szünetben azt a 43 oldalt, amit egyébként meg kellett volna tanulni. Most olvasd át. De mi van, ha nem sikerül? Tehát mi van, ha mondjuk nem sikerül? Akkor mi van? Ha nem mehet haza a gyerek a szerintem. A jövője a tét. Azért, mert töriből kap egy hármas. Hányadikos most a gyerek? Most? Honnan tudjam? Hetedikes. Hetedikes. Az még nem számít bele a tovább tanulásba. Nem, bele számít. Én nem tudom, már nekem most megy elsőben. De mi akar lenni a gyerek? Tehát, hogy hova akar tovább tanulni? Hát nem tudom, hogy most mi legyen. Mackey, Burger King. Na, oda aztán tök mindegy. Nem, de hát... tegnap este, ha kikérdezte, tegnap este elbeszélgettetek azt, hogy te ma reggel bestresszelted a gyerekedet, amit tegnap megtanult, azt az is elfogja felejteni. Az jó, pedagógiailag? Nem, az nem a legszerintem. Nem is a történelemben van annyira hangsúly. Most nem azért, mert ebből egy picit presztízs kérdést csinálok, ez így ebben a forrán igaz, de most nem a történelemben van a hangsúly, hanem azon, hogy még reggel még oda csörgök, hogy még egyszer fussa már át. Teljesen felesleges. Ráadásul úgy, hogy egyébként pont átfutottak. Tökéletesen értelmetlen ez a fajta lexikális tudás. Tudod, én ezzel abszolút ellene vagyok. Tehát, hogy a mai iskolákban azért nagyon arról a fajta tudástranszferről szólnak, ami aztán teljesen lényegtelen igazából. Hát de mit csináljuk, hogy ezek a követelmények? Persze. Ebből van számon kérés, akkor... Abszolút, sajnos, pedig egyébként egyre inkább nem a memorizálható tudást kellene számon kérni, hanem valami teljesen mást. De a sulikban meg azt kérik. Igen. Tehát, hogy válasz rizikót, hogy hozol döntést, hogy dolgozol csoportba, hogy mérsz fel egy helyzetet, hogy mit tudsz magadból kihozni, hogy milyen az érzelmi intelligenciád. Ezek százszor fontosabb dolgok lennének. Pont a történelmük kapcsán tudom, hogy látom azt, hogy felületes és pontatlan. Így van, tehát hogy én ebben nem nagyon hiszek, hogy a gyerek attól lesz, de ha nyilván ez az általános iskolai követelmény, akkor kell. Tehát, de nyilván utcok már ne hagyd a gyereket élni. Nem, mert egyrészt bestresszel, kettő azt mondod, hogy legyél jó, tehát egy terhet teszel a vállára, ami teljesen fölösleges. Mondd csak nyugodtan, csak még dolgok rá egyesem. Igen, mert abban benne van ebben a legyél jóban az, hogyha nem lesz jó, akkor ő nem a te igazi gyereked, érted? Nem az a szerethető, gyönyörű gyerek, ha ő hármast hoz töriből. Ami így is van nyilván. Hármast nem szokott. De akkor négyest. Most egyetőn nem a gyerek attól fél, hogy nagyon le lesz szúrva, becsúszik egy ötös alá. Tehát vadonéknál ez a regula, hogy megmondtam neked, hogyha még egy ötös alát hazahozol, akkor nagyon csúnya dolgok lesznek. Ügyes lesz, megírja. Én biztos, hogy nem fogom a gyerekemet ilyen irányba tolni. Ja, azt hiszem, hogy én biztos nem fogom leszúrni. Tőlem nem kap fedést. Tőlem biztos, hogy nem kap fedést, de szóval nincsen ezzel semmi baj. De akkor ilyenkor már nem kellene nyomasztani. Nem, figyelj, nyomasztja őket az iskola, nyomasztja őket a tanár, nyomasztja őket az a felületesség, hogy az általános iskolában tanulnak, hogy nem tudnak semmibe elmélyülni, hogy menni kell tovább. Hogyha a tanár nem ott tart, és akkor ellenőrzik a tanárt is, nyomja tovább, mindegy, hogy az egyik gyerek lemaradt, mindegy, hogy hol tartanak. Mindenki nyomasztja őket, legalább a szülő ne nyomasztja őket. A szülő engedje, ugye? Tudom, hogy te jó vagy, tudom, hogy a legjobbat fogod írni, drukkolok, egészen biztos vagyok benne, hogy ügyes leszel. Ez is egy jó mondat.
hozott, és ezzel is bíztatod, mint hogy azt mondta, hogy nézd át, és fontos, és írd meg, és a gyerek úgy megy, hogy habzik a szája, és rémeket lát. Tehát így is meg lehet erősíteni a gyereket, úgy is meg lehet erősíteni. Használd a pozitív megerősítést, csak másképp. Mondd meg, hogy tudom, hogy ügyes leszel, meg fogod csinálni. Nincsen semmi baj, ha nem. Én így is szeretlek, úgy is szeretlek, de légy ügyes, hoz ki magadból a maximumot. Biztos, hogy menni fog. És akkor az egy más teher, mint hát nézted, megnézted, biztos? Na, akkor egy kérdés, ki gyújtotta fel a resztágot? Na, erre megyek ki a férfi vécébe, szállom. Ki gyújtotta fel a resztágot? Nem. Simán benne van, hogy fölégy. Erre mentem vizelni a budiba. Ki gyújtotta fel a resztágot? Öt kérdés, öt válasz. Gyere, vidám, figyelj! Jani, 3-4-8-a, hagyd már azt a gyereket, érted? Szóval, hogy nem kell, szétnyomasztják. Mai gyerek, nézd meg, beesettek, álmosak, túlterheltek. Igazából semmilyen tantárban nem tudnak komolyan elmélyülni. Felszínes a tudások, csak a lexikális tudást kérdik tőlük. Ne nyomazd. Hadd menjen. Engedd el. Engedd el. Jó. Így is van. Köszönöm. Nagyon szívesen. Így lesz. Holnaptól. Igen, nem a még lesz, urad. Na, egyébként nagyon jó, amit felvetettél, mert a témánk is ehhez kapcsolódik. Ugyanis egy nagyon érdekes cikket találtunk, miszerint Franciaországban nem árt jobban lenni a gyerekekkel, mert egy szép napon akár be is berelhetnek minket a Facebookra feltöltött baba fotókért. Ugyanis a francia rendőrség kitalálta, hogy kéri a szülőket, hogy ne nagyon töltsenek föl a gyerekekről különböző képeket, mert lehetőséget kaptak arra a gyerekek majd, hogy ha valakiről az engedélye nélkül töltenek és osztanak meg fotót, az jogosan perelhet, és 45 000 euró pénzbüntetést is kaphat az illető, visszamenőleg is beperelheti valaki a szüleit. Tehát te nem akarod, hogy ott legyél mesztelenül, mint kis Janika, kis Ferike Facebookon, vagy mint Virág, akkor ugye téged te beperelheted a szüleidet. És az is jó, amit te mondtál témaindítónak abszolút, hogy az ember elgondolkozik azon, azért, ha őszintén vagyunk, nekünk is lenne néhány dolog, amiért beperelnénk a szüleinket. Nem? Hát. Tehát mindenkinek van olyan dolog, ami miatt szívesen állítaná bíróság elé, idézőjeles bíróság elé a saját szüleit. Haj. Kérem? Haj. A haj. Ja, az itt nem csak azt mondta, hogy haj. Haj, és akkor haj. Folytatódik, hogy Dináról fúj a szél, vagy tudom, Dunáról, Dináról. Nem. Haj, Dina. Haj, ja, haj, sokat Dináról. Beszélgettek a Gáborral, nekem már haj, Dináról fúj a szél. Léci. Mit csináljak? Hát sokat vagyok Bio Gabival. Mi már ezt a dalt is úgy énekeljük Gabival, hogy Dináról fújja. Szóval, hogy drága hallgatók, azon gondolkozzatok el. Játsszunk el a gondolattal, hogyha lenne egy jelképes bíróság, és nyilván nem akarjuk bíróság elé állítani a saját szüleinket, és szeretjük őket, és hálásak vagyunk neki, de mégis van azért mindenkinek egyfajta olyan dolog, ami miatt szívesen megtenné egy mondat, egy szokás, egy én nem is tudom, mit lehet még felsorolni. Rengeteg olyan dolog, amit veled csináltak. Hát nem? Amit nem kaptál meg, amit megkaptál, ugye minden is mindennek az ellenkezője ugyanúgy igaz. A fényképek, amikor az első barátnődet hazavitted, végre hazamerted vinni, és az volt, hogy anyád elővette a mesztelen izéképeket, még gyerekkorodból. Ja, na nézd meg, milyen aranyos, és te ott a anya. Már akkor is volt rajta, mint kis felesleg, de hát anyai, szerintem ilyen kis csöcsösleg. Hozzam a buktát! Sokkal rosszabb, amikor anyád rád nyit, és azt mondja, hogy csináltad nyugodtan, csak apád tweet zakójáért jöttem. Ja, igen. Hidd el, Feri, hogy a fénykép utogatásnál vannak még sokkal rosszabb dolgok is. Csinálj nyugodtan, csak apád egy esküvőre, hogy a tweet zakóját keresem a rohadt élelmét. Nem, csak leporolgattam a mamám betrétit a polcon. Nekünk kerestek sok mindent a szobában, sok mindent, igen. Valahol a leleteim, nem láttam Lajoska a leleteim? Na, drága hallgatók, hát ha Franciaországban perelhetik a gyerekek a szülőket egy Facebookra föltöltött fotóért, akkor játszunk el a gondolattal, hogy ti miért perelnétek be a saját szüleiteket. Mit követtek el ellenetek? Jó, tényleg ez lehet az, amikor nyálas hüvelykujjal minden vasárnap letörölték a megyszószt az arcodról úgy, hogy húzták a még nem létező arcszőrödet, és a pokolba kívántad a szüleid bal hüvelykujját, amit előtte benyálasztak, amikor kifújatták az orrodat, amikor fodrászhoz vittek, vagy kortbárcsony nadrágot adtak rád, vagy húsvétkor locsoló verset mondattak veled a boldog rokonság örömére. Tehát miért perelnénk? Te a haj miatt. A haj miatt egyrészt az, hogy ugye mindig másfél órát ültünk a fodrásznál, általában ez a Szarvasárda téren történt, időnként a Béketéren, másfél órán keresztül apám igazgatott, itt egy kicsit még vágjanak, itt egy picit, itt még lehet egy rövidebb egy kicsit, itt a hátul szerintem nyírják föl, igen, itt még egy nagyon kicsit elő, így, és mindig ugyanúgy nézett ki. Mindig ugyanolyan volt, mint hogyha 2 perc alatt letolták volna a géppel az egészet, mert addig vágatta a hajamat, amíg mindenhol egyenletesen, mint Balázsnak, amikor le lett tolva az egész. Egy centi. Kaptam egy centi,
partit, és a végén pedig hajszesz. De bőven. Igen. És hát meg is erősödött a hajszesz. A jó bánfi megtettek előadását, konkrétan kiégtek a hajhagymáit. Így van, picit túl nagy volt a dózis. Igen. Na, drága. Illetve a legény, amikor megjelenik, megjelent a bajszom. Amikor az első néhány szőrszám megjelent az orrom alatt, és apám mindig ötről, ez mi ez itt? És megcsavarta. Csavarta, de a bőrt csavarta. Igen, ismered ezt, és tudod, és úgy csinált, mint hogy a, mi ez itt, kosz? Elég frusztrál gyerekkorod volt azért. Jézusom, Atya Isten. Ez neked most esik le? Azért ez, a volt baj ott is bőven azért. Nálunk is, de azt hiszem nálad. Igen. 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 Hát nálad a legény bajusz, nálam a legény volt. Ugye, amikor felfedezted. Megmutatták a rokonoknak a pizsomám. Meg! Fenn! Nagypiú lett! Nagypiú lett a Balázs! Örüljünk neki! Drága hallgatók, miért perelnétek be a szüleiteket? Nézzük ezt meg, jó? 3:49 lesz pontosan. 3 perc múlva szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, és szegény Zoltánoknak is azért boldog névnapot, hát ők ma, róluk ma kevesebbet beszél mindenki, mert ugye ma a nőnap van, a csajoknak is egy nagy puci, nagy taps, nem tudunk mindenkinek virágot venni, és hát ugye irigykedünk Zoltán Erikára, ahogy mondta, ő ma 200 virágot kap. Két ajándékot is kap. Mi pedig arról beszélgettünk, hogy Franciaországban nem árt jobban lenni a gyerekeinkkel, mert egy szép napon akár be is perelhetnek bennünket a Facebookra feltöltött baba fotókért, és most a témát nem azon irányból fogtuk meg, hogy most jó-e a szülő feltesz egy mesztelen képet a gyerekről, nem jó, hány éves kortól posztoljál, ne posztoljál, akarja a gyerek, nem akarja. Ugye van egy ilyen vetülete is a témának, de most nem akartuk elkomolykodni nagyon a dolgot, sokkal inkább arra gondoltunk, hogy ha már a franciák perelhetnek majd esetleg sok-sok év múlva a saját szüleiket, 45.000 euró pénzbüntetése is akár, akkor gondolkozzunk el azon, hogy mi miért perelnénk be a saját szüleinket. Ami nem arról szól, hogy nem szeretjük őket és nem vagyunk hálásak nekik, de hát mondjuk meg őszintén, azért minden gyerek életében eljön az a pillanat, amikor haragszik a szüleire, amikor utál valamit, ami ellen tiltakozik, ami ellen lázad, hát az egész kamaszkor tulajdonképpen a szüleid ellen való lázadásról szól, mert olyat csinálnak, mondanak, tesznek veled, vagy csak löknek azon irányba, ami neked nem jó, legyen szó tényleg egy családi rendezvényről, egy húsvétről, vagy egy karácsonyról, amikor közösen kell mondjuk énekelni a falat, mert azt a gyerekek például sokszor utálhatják. Hát rengetegen perelnék a saját szüleiket, az a helyzet. Mi is elmondjuk, hogy ugye miért. És hát nagyon sok hallgatónk perelne. Érdekes, hogy azért ezek mennyire megmaradnak, nem? Egy-egy szokás, egy mondás. Igen, hogy nem csak akkor fáj a dolog, hanem nézd meg, ennyi év után a Jani hajszeszezése, 40 éve volt. És megmarad. És meg. 40 éve ezen gondolkozol, igen. Minden egyes hajmosás, hogy hova tűnt. Igen, és egy ruha, hogy hova tűnt a hajszesz miatt, igen. Kiégtek a hajmáit. Sok hűhó, semmi. Igen. De lehet ez egy ruhadarab, egy farmernadrág, egy harisnya, bármi, amit rád erőltettek, és te már akkor volt tudatod, és emlékszel rá 8-10-12 évesen, hogy utáltad, a és nem értetted. A tesó levetett ruhája. A tesó levetett ruhája. Úgyhogy nővérem volt. Mm. Vagy van, bocsánat. Milyen helyes szoknyába járkált. Figyelj, tűnél is ott az a kötött kardigán. Nekem is bátyám van, hát nekem is bátyám van egy évvel idősebb. Hát én új cuccot akkor láttam, amikor először megvettem magamnak az első fizetésemet. Ott volt a tesómnak az új cucc, meg nekem ugye az ő cucca, hát akkor azért nagy szegénység volt, hát nem kapott mindenki újat. Az öcsnek mindig jó volt a levetett. Tehát báty még alig használt cipője, farmerje és pulóverje. Benne csak a gyerek, persze. Jó lesz az bazsikám. Na, legyed föl. Így kedve néztem az újakat, de tudtam, hogy legalább egy év múlva megkapom. Tehát, hogy én úgy néztem a tesóm akkor ajándékára, hogy majd ez egy jövőbeli ajándék nekem. Hasznos volt egyébként. Hát meg a szüleik meg voltak győződve arról, hogy ez nagyon jól áll nekünk, és nagyon csinos kis ruhadarab. Nekem van egy régi fotóm, nem szívesen nézegetem, a nővéremmel áldogalunk egy oltár előtt, a helyi templomba első áldozás után készült a kép, és az ahogy akkor felültöztetett édesanyám, az egy örökké emlékezetes pillanat marad, és kis fekete rövid nadrág volt rajtam, fekete lakcipő, fehér térzokni. Jaj, de tudom! És állunk az oltár előtt összetett kézzel, imára kulcsolt kézzel, ahogy szokták azt mondani, ott állunk, és gyönyörű fehér térzokni. Csodálatos. És megmarad. Úgy nézek, mint egy ilyen tiroli pásztor gyerek. Igen. Na nézzük az SMS-eket, mit érnek hallgatóink. Édesanyám állandóan rámadott egy piros pilóta sapkát, ez bíróságért kiárt, pereckölte neki. Imádott édesanyámat perelném be, amiért a sült hús szeletelés közben nyalogatja a zsírt az ujjairól. Mennyire be tud égni egy ilyen mozdulat is, nem? Anyád lenyalja a zsírt.
Szülők perbefogása a Zoltán névért, az otthoni hajvágásért valami pengész szerkezettel, a csak megnézem kezdetű fogkitolásért mutatóujjal. Na de utáltam. És finom főzelékért is előírta nekünk. Hogy amikor tudod, már löcsög a fogad, váltás igen. van, és akkor na csak megnézem, puff, és kitol. Úristen, tényleg. És nem volt erre felkészülve, hogy végén. Persze, igen. És ott üvöltöttél még egy negyed óráig. Na, úgy, hogy nem fáj. Aha. Tehát ennek nincs gyökere, ez tejfog. Igen, pedig fájt az egyébként. Hát és valamikor elsőre érzed. Nem sikerült. Igen. Az a legcikét, amikor lecsúszik róla a keze, és nem jött ki elsőre. Jaj! Én alig várom a Beninek, hogy ezt megcsináljam. Szemét, ne legyél nem ilyen a fogkitolást, rá akarom kötni a garázs ajtóra, a kocsira, becsapni. Valahova. Tehát, hogy valahogy elindulok vele, és akár áll a gyerek egy masnival a száj, vagy egy gördeszkára, hogy teniszlabda. Teniszlabdára, és eldobom a teniszlabdát, és kirántja. Tehát ezt meg ki akarom próbálni. Tök jó, és hogy fogja élvezni? És ott fog állni, rettegve a gyerek, hogy fogod a teniszlabdát. Na, Beni. Rajta a zsinór. A fogán. Hozd vissza, hozd! És ki, abba a pillanatban kitépi. Ez jó, hát ha a cinkos igazi. Társa gyerek benne, akkor miért ne csináljuk meg? Hát ez nekem nagy álmom. Nem? Vannak nagyon jó videók fent. Igen, láttam egy kettőt. Az én anyukám a lehető legnagyobb tömegben buszon, metron vagy az utca közepén felcsapta a szoknyámat a nyakamba, és izmos mozdulatokkal belerázott a pamut harisnyámba, ami szerintem lecsúszott. Az persze nem érdekelt, hogy egy szál bugyiban álltam az emberek előtt. Ezt művelte még 10 éves koromban is, amíg fel nem lázadtam. Puszi Moncsi. Tényleg, amikor úgy húzták fel rajtad a nadrágot, hogy megfogták elől hátul, és így megemelt, és így megráztak. Te igen. meg beleestél a nadrágba. Kint van a derekad. Meg ne fázz. Betűröm, törd már be, állandóan kint van, olyan pacuha vagy. Igen. Mondatok anyámtól, húzd ki magad, zselézd a hajad, úgy nézel ki, mint egy meleg apáca, inkább 2 perccel hamarabb, mint 1 perccel később. Ahányszor csajt vittem fel, mindig kisfiamnak hívott. Szeretem anyámat. Gábor küldte nekünk. Nekem minden vasárnap a nagyszülőknél tett látogatáskor az egész család előtt kellett írnom a leckét. A fogalmazás volt a legkellemetlenebb, azt szinte nem is én írtam, mert mindenkinek volt egy jobb ötlete az általam írt mondatok helyett. Egyébként tanító lettem, és igen, nincs is fogalmazás. Azt mondja, én azért perelném be az őseimet, mert becsületes, tisztességes, kötelességtudó embert neveltek, amely a mai világban rohadt nagy hátrány. További szép napot. Devil küldte nekünk. Apámat perelném be, aki minden egyes alkalommal, amikor ott volt a barátom, beült a szobámba egy nagy tálca kajával tévézni. Szegény. Általában be is aludt, és én ébresztettem, amikor a fiú már hazament. Ő azért ült be, hogy örködjön? Igen, igen. Hát vagy, hogy így egy kicsit részese legyen a fiatalságnak, nem, hogy bandázzá, haverkodjá. Csőszködött ő ott. Csőszködött valószínű, igen. Az összes szülőt beperelném, aki azzal magyaráz valamit a gyereknek, hogy azért, mert azt mondtam. De utálom, amikor valami olyat mondok a Beninek, amit nekem is mondtak. Fúj, de utálom magamat, mondod, érte. Hogy azért, mert én, miért, apa, miért kell lefekülni? Azért, mert azt mondtam. De most ekkor már ötödjére mondod, de tudom, ez nem mentség. A kedvencem tudom. Most ez a nem a Bencével, nem a Péterrel, nem a izével beszélsz, hanem a szüleiddel. És hogy utáltam, amikor anyám elmondta, hogy nem a haverjaiddal beszélsz. Igen, tudod? De én ki vagyok, én vagyok az apám. Nem a haverjaiddal beszélsz. És ugyanezt tolom a gyereknek, hogy figyelj, nem a izével beszélsz. Tehát ez a... Te mondogattál régen ilyet a virágnak? Kis pajtásoddal. Igen, tehát ne, hogy legyen egy nem, cím. Nem mertem belemenni, mert nem tudtam, hogy hívják barátai. Mondd azt, hogy nem az XY-nal beszélsz. Igen, nem azzal a kis tapgyorsan beszélsz iskolából. De utálom magam ilyenkor. Fú, mikor valami olyat mondok, amit a szüleim is mondták. Anyámat azért perelném, mert a Bernadett nevet adta nekem. Jelentése erős, mint a medve. Na, akkora darab állat vagyok, mint egy medve. Ezért simán beperelném ilyenek. Beperelném anyámat, mert vendégségben mindig meg kellett puszilnom az összes idős rokont. Azt a szagot még most is érzem az orrommal. Szörnyű trauma tündi küldte nekem. Tök érdekes, hogy én ezt szerettem. Én utáltam mindig, amikor végig csókolgattak. Fúj, de utáltam. Egy évben egyszer látott idős néni, akik fassuk abban érték ki magukat, hogy nagyon szülék magukhoz szorítottak, és mindig azon gondolkoztam közben, hogy mi lenne, most meghalnék. Nem, már kívántad, hogy bárcsak meghalnék. Mindig ezt kívántam. Tényleg, gyerekkorom álltam, és jöttek a vidéki rokonok, megszorítottak, és arra gondoltam, hogy bárcsak meghalnék. De érdekes. Milyen fura gondolataim voltak. Én mindig a százasra gondoltam. Tessék? Én mindig a százasra gondoltam. Minden egyes ölelés után kaptál a százas. Egy puszi, egy százas. Tényleg? Náluk ez így ment. Sose adtak szá. Nem úgy, hogy egy százas, egy puszi, egy százas, amikor rég nem látott idősebb rokonnal találkoztak, akkor mindig volt valami, mindig le valami leesett. Tényleg a cumirosz végén voltam. Konyakos megy. Nálunk volt egy olyan idős rokonik, én nagyon sokáig szeretett, nagyon büdös volt, és utána odaadta a botját, hogy támasszam le valahova.
Hát csodálkozó, hogy arra gondoltam, hogy szívesen meghalnék. Olyan szívesen meghalnék. Befácsizott lábbal, magas talpú cipőbe, nagyon szorított kendőbe, és nem mondta, hogy támasztam le a botját valahova. Tudom, Pécsi rokon. Hogy szúrt majd a fejfájú mellé. És olyan nem volt, hogy véletlenül kimondtad? Mit? Hogy bárcsak meghalnék? Én mostanában veszem magamon észre, hogy véletlenül kimondom azokat a dolgokat, amiket gondolok. Cici. Mit mondtál, Balázska? Cici. De Balázska, hát nem, hogy nagyon elmondjuk. Cici. Hogy véletlenül kimondod? Igen, hogy véletlenül kimondod. Jaj, annyira szeretnénk most meghalni. Mit mondtál, Balázs? Szeretnénk meghalni. Semmi. Letámasztom, mindent támasztom, jó? Igen. Azt írja valaki, hogy piros harisnya. Azt megértem. Piros harisnya. Piros harisnya, pedig fiú vagyok. Na. Lehet, csak négy voltam, de egy hét letöltendőt nekik. Nekem Pongi küldte volt. Nekünk piros harisnya. Az nekem is van. Volt, és állandóan lecsúszott félig a fenekemre, rohadtul utáltam. De igen, és mindig lecsúszott, mindig igen. Mindig lecsúszott. Berelném anyámat a Zambó Jimmy kazettákért takarítás közben, Robika küldte nekünk. Amikor minden vasárnap misére küldtek, azért beperelnék. Beperelném anyámat, mert azt mondta, tudja használni a hajnyírógépet. De szép, de szép. Igen. Nekem mindig leforrázták a fejemet hajmosáskor. Zsuzsi írja nekünk, ő ezért perelne. Te gyönyörű. Forró volt a víz, de nem mertél szólni, megvan? Mert ha elkezdtek vizet állítani, tovább tartott, inkább átestél a forró vizen. Ez konkrétan így zajlott. Nem szólok, nagyon forró, de legyünk rajta túl, ha szólok, anyám mire beállítja, megy a tökölés, ideges lesz, elmegy a boiler. A sampon a szemedbe. Legyünk rajta túl, de rohadtul szenvedtél, mert forró volt. Mert csomókban jön ki a hajad. Barna fehér kötött nadrág. Istenem, szegény. Hogy utáltam. Már mindenki más farmerban járt. Hú, erre is emlékszem. Nekem barna kord bársony nadrágom volt. Az. Az volt neked és is? Volt ez a makro, meg volt ez a mikro. Ami, volt ez a mikro. Sose volt mindig ázom melegített. Ja, még ezek is. Nekem meg kint bogrács. Még érdekes, hogy ti már először mikrot használtad, meg nem volt mikro. Meg egy csomóan írják egyébként ezt a manó sapkát. Tehát ez, ami hátul, tudod, ez a hosszú, bebújós. Nagyon hosszú, de, igen, hátul. És bebújós. Igen. Az egybe sáll, és egy luk volt itt elő. Én azt szerettem. Az űrhajós kicsit. Nem, az a baj, hogy, hogy az összes osztálytársad, az összes havarod állandóan azzal szórakozott, hogy hátulra rángatta, és az volt neki szerintük a legjobb, itt egyébként szerintem is, csak amikor én csináltam, és nem rajtam csináltak, hogy hátulra meghúzod, akkor hátra csúszik egészen a fejbubodig, és akkor vissza kell húzni. Megvárják, amíg visszahúzod, és újra kezdődik. Igen. Fázik a kezed, zsebretett kéz, mondta apám, sokszor utáltam értem. Apámat azért perelném be, és az utolsó SMS, mert múltkor velünk vacsorázott a barátnőm, és arról fogadta 10 percet, hogy nem gáz-e, hogy ilyen kicsi a műszerem. Papa, milyen családbarát. Sokat fürdettem gyerekkorában. Ugye, hogy nem jött meg, úrkölcs együtt pisiltünk. Hát, nem baj, nem. És mit tudod, hogy van, az anyjára ütőjön. Na jó, van, drága hallgatók. Hát kiderült, hogy azért sok mindenki perelni a szüleit. De nyilván szeretjük, imádjuk őket természetesen, csak hát azért vannak traumák. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Ne bántsátok Ákost, gyerekek! És azt is elmondom, hogy miért, mert egyrészt bárki hibázhat, Ákos nem hibázott, hanem ugye, ha elmondja a híreket, akkor neki van még fél perc, amit ki kell tölteni, és ő lenéz az SMS falára, ahogy én is sokszor lepillantok, hogy olvassa a közlekedési híreket. De higgyétek el, hogy akkor az ember nem konvertál át magában egy Magyarország térkép alapján információkat, és ha azt hallja, hogy Záhony és Győr között és ránéz, akkor nincs időd azt elképzelni és tudni, és az ország két végpontját megtalálva átkonvertálni, hogy ez vicc, és nem olvasod be. Ránézel, látod közlekedés, ez valaki bejelöli, vagy ő magának, és az M5 Dabasi lehajtójánál baleset, Záhony Győr között pedig jó a forgalom. Utána nyilván ez leesik, hogy te jó Isten, milyen szellemesek a hallgatók, ha már mi kértük, hogy küldjenek. Hát, igen, de hogy ezért nem ér, meg nem korrekt valakit bántani, ugyanis élőadásban az ember nem gondolja át, én is olvasok szerintem egy csomó hülyeséget, hogy az M4-esen nem ott van, de rosszul írja a hallgató, nem azt a települést olvasom, hát nincs a fejünkben úgy hirtelen minden, ráadásul, amikor az ember ránéz a monitorra, és gyorsan beolvas hármat, akkor meg végképp nem konvertál odát. Úgyhogy... Aki dolgozik, hibázik, és még Ákos is, higgyétek el. Na látjátok, ez a különbség. Látod? Tehát, hogy én próbálok tényleg segíteni, mert bennem még maradt valami jó, de benned már semmi jó nem maradt, mert te löksz még egyet. Most ő jutott bocsárba, és te nyújtottad úgy a jobb kezet, hogy még... Én nem. Te nem nyújtottad. Én nem nyújtottam. Ha miért nyújtottam volna? Én rúgtam rajta egyet, te beljebb toltad a mocsárba. Magadhoz húztad a mocsárba. Úgy, ahogy én beljebb toltalak reggel a mocsárba. Úgyhogy emiatt volt, nyilván abszolút
tudja, meg tudjuk, hogy mi hol van, de én erre ugyanúgy ráfutok, mert az ember ezt nem mindig tudja. Így van, tudjuk, hogy Záhony Nyugat-Magyarország legszélesebb pontja. Így van, Győr pedig tudjuk, hogy abszolút egy Kelet-Magyarországon van. Így van. Tehát teljesen egyértelmű, hogy Győr Tiszántúl, nem? Ezt mindenki tudja. Persze. Nem? És Záhony Dunántúl. Tehát, hogy igen. Egyébként Sopron Duna Tisza közel. Egyébként megtudtuk, hogy poén. Jó? De rá, mi kértük először. Mi kértük, mondtam, hogy, hogy kicsit kevés a közlekedési idő, úgyhogy küldjetek el. Balázs, te is beolvastad előtte. Na, én ezért mondom, hogy ez simán, erre az ember ráfut. Egyébként csak szolidaritásból olvastam előtte, mert tudtam, hogy az ákos befogja. Világos. Láttam papírom. Abszolút, én láttam, de gyorsan beolvastam, mert tudtam, hogy az Áki ráfut, és ezért én megmentettem már, bedobtam magam. Nem lesz neki annyira kellemetlen, gyorsan beolvasom, gondoltad. Nincs mit, Ákos, nincs mit. Így van, Ákos. Én leugrottam veled arról a hídról. Ott voltam, és befeküdtem veled a sínek közé, és abszolút ott álltam a várom veled. M3-as főút, Emőd, Vatta között trafi. Nézd már, meglétsz, hogy van ilyen. Jó, van ilyen. M5 és Vatta 3-as úton van-e, jó, mert nincs a fejem. M5 Pest felé jár, nézd már meg, hogy az M5 Pest felé van-e. Van, az van, illetve hát arra is, mert M5 felé megy. Nézd már meg, hogy van-e M5. Átadták-e, mert is tényleg létezik. 39-es kilométernél építkezés, írta Norbi. Nézd meg, hogy van-e Norbi keresztnél. Jó, nehogy megkérdezzük. Dabasi felhajtó után Budapest felé 2 kilométeres torlódás az M5-ösön, ezt is SMS-ben kapsz. Szerintem Dabas után csak lehajtó van. Az is igaz. Itt felhajtok, Dabas után már csak lehajtani tudok. Szerintem csak lehajtani le. Ha igen, és az M5-ösön 40-esen útépítés van, ez is fontos. Köszönjük szépen. És van még egy M7-es Pákoznál, mindhárom irányba beállt, közlekedés, szexuál, orientált emberek lezárták, Siess Balázs. Ez Balika küldte nekünk. Köszönjük. 6 óra 55-kor jött. Hát 6 óra 55-kor én már itt voltam, de köszönjük szépen. Milyen szépen megcsinálták ezt a pákozdi kis emlékhelyet. Én nem voltam arra, csak mostanában bringáztam tavaly nyáron arra a gyerekkel. És, ott és most beugrott neked, hogy egy nagyon szép. Lehet, hogy el is hordták azóta. Nem, hát ezt beugrott, hogy akarok róla beszélni, hogy pozitív dolgokról is beszéljünk, hogy a pákozdi, ott leraktak egy tankot, megcsinálták a parkot, fákat ültettek, virágokat ültettek, megcsinálták ilyen kis szép murvával. Én nem voltam ott 25 éve. 48-as szabadságharc? Ilyet, hallottam róla, volt ilyen állítólag. De az a harckocsi nem állt ott a 48-as szabadságharcban. Tehát most megint, miért köttök bele mindenbe, amit mondok? Nem is értem. Harckocsi, igen, harckocsi pázsit, füvek, fák. Szépen megcsinálták. Hát akkor rohagyjatok meg. Jó, nem, de csak ne érjünk nagyon. Nem, hát az azt hittük, hogy ez egy új élmény. Hogy hát mondom, hogy új élmény. Ja, mi a, nem így vagyok ember, ha nem jártam az elmúlt 20 éve a pákozdi emlékhelynél. Tehát csúnyán kell rám nézni. De, most, hogy bedobtam, hogy nem jártam, még, nem koszorúztam. Nem tudom, március 15-én pákozdom. Ma az fájó pont mondjuk. Most, miért néztek így rám? Arra tekertem a gyerekkel, és megállapítottam, hogy szép. Tudom, ti minden héten arra jártok, és elmormoltok egy halk imát a harckocsi lövegcsövét. Te meg a harckocsit nézed. Na, még fényesebb legyen. Nem, nektek ma reggel semmi nem jó. Várjál, semmi minden nem jó. Ha elmondom, hogy menjünk tovább, mert nem jó a sztori, nem jó. Ha elmondom, hogy szép Ákos, nem jó. Emlék. Ha segítek az Ákosnak, nem jó. Mit csináljak ma veletek? Se, nagyon jó minden. Hát, két ilyen 50-es, kicsit fáradt ember, aki 40-es. Most mindenbe beleköt. Még 40 az. Még idén vagyunk. Igen. 44 vagyunk mind a ketten, még idén vagyunk. Ha most még 40-esek vagyunk. Mit csináljak, hogy szeressetek ma reggel? Én akarok ma a kedvetekbe járni. Mit csináljak? De nekünk inkább ne, hogy lehet. Két ilyen mapesós emberrel ülök itt. Mit csináljak? De. Mi van ott a B oldalon, amitől ennyire rossz kedve lesz az ember? Nem süt már a nap arra felé? De arra, hogy nekünk nincs rossz kedvünk. Hát én nem tudtam ma még olyat mondani, amire azt mondtad, hogy jól van, Bali, így van, bele vagyunk. Lehet, hogy akkor nem bennünk van a hiba. Igen. Ugye? Pedig jól indítottál reggel, nagyon. Tehát, hogy de egy velencén zsibadónak megértés is. Egy velencén zsibadónak, meg egy hát de úgy, harckocsi, hogy egy tavaly arra véletlenül. Azt mondom, hogy szép pákoz, ez se jó. Hogy tavaly véletlenül arra tekertél. Nem tudom, hogy melyik ez az emlékmű, meg hogy mihez kötődik. Hogy mihez kötődik? Mert hogyha egy harckocsi is van ott, akkor ez mi, Feri? Mondd már, mert ezt én tényleg több nem látom. Több is van pákozdom. Ott volt a második világháborúban is egy nagy tankcsata, és volt a 48-as. Segítek egy kicsit felfényesíteni a történelemtudást. Na, hát na, itt jön elő a kedvesség, meg a figyelmesség, úgy látom meg. Na most ki a paranoiás? Én csak azt mondom, hogy elmondtad, hogy valamire nem emlékszel. Elmondtam, hogy segítek. Aha. Nagy tankcsata a második világháborúban, illetve a 48-49-es szabadságharc. Tankosnál volt a bringával. Most derült ki, hogy hazudsz, mint a vízfolyás.
Igen. Miért? Na, cáfold meg, mert miért nem lehettem bringával? De hát mert oda a te gyereked nem tudott föltekerni szerintem. Miért az én gyerekem? Nem, 6 éves, ha mi lett ott volna föltekerni? Tavaly még csak 5 volt, mert az a hegy tetején van. Hát és fölment oda biciklivel. Persze, benne. Hülye apja teker mellett és tolja. Jó. Na, így már, oké. Okay. És mondja, az... mindjárt fönn vagyunk, mindjárt fönn vagyunk. Miért csinálj még egy kicsit? Csinálj még egy kicsit. Tudom, na én ugyanígy szoktam körbetekerni. Menned kell, nem vagy férfi, nem érsz föl, ott gyereknek lóg a nyelve. Abut nem tudjuk csinálni. Vár egy harckocsi, vár egy harckocsi. Itt mondod, hogy jó, picit pihenjél akkor, és akkor már nem is teker a gyerek, de még tolni. Igen, ez egy közös harc kettőnknek egyébként. Na, kész van Zsül? Azzal, amivel kész kell lennie? Szerintem nincs, hát el, sőt, nem is lesz soha kész. Hagyd őket, Bari, a két naftalin már nem érzi a tempót. Hagyjad már, naftalin! Papa, itt vagy, elvesztetted, leestél alulról, itt vagy, papa. 56-os emlékmű. 56-os emlékmű. Ezért nem tudtam, mert így, hogy Pákozdi tankcsata így nem volt meg. Így a 56-os, igen, igen, de van egy 56-os is. Nem. Aha, tehát akkor a 48-as? 48-as tankcsata? Nem, hanem emlékmű. Ó, gyerekek, ma nagyon nem vagyunk egy csulán. Ilyenkor kell hazamenni. Tehát egy randi így nem indul, mi nekünk a ma reggel, ilyenkor föl kell állni, és hazakem, és azt mondja, hogy figyelj, bébi, nem vagy az esetem. Tehát ma mi hárman nem rezonálunk. Nagyon nem rezonálunk, de én ezt szeretem. Ilyenkor tudok vért szívni, ez jó. Mindenki is hibára rámenni, mindenkire rárepülni, mint a szúnyog, és bárki megbotlik, azonnal lökni rajta. Egyet, ez jó. Szóval 56. Jó. Nem mindegy neked, hogy most 56? Hát igazából nem, mert előbb te oktattál ki engem történelmet. Tehát így azt gondoltam, hogy akkor tényleg tanulok, valami utána nézek, de nem, hát ott nem nagyon volt semmi 45-ben. De mindegy, hát igen. Ma lesz ma. Bali, bírt ki, a fiúk ma sumákul aláznak, nyeld le a béka. Most ma te kapsz. Valaki csak annyit ír a témáról, beszélgessetek már ne egymásról. Gyerekek, ez nem így működik. Mi először meg kell teremteni a zent, a cheat. A Yin és a Yangnak együtt kell állni, és amikor megvan az összerezonálás, és amikor ráhangolódunk egymásra, akkor tudunk elkezdeni témázni. Amíg csetlünk, botlunk, addig nem indul el a téma. Tehát ez ennek kémiája van. Ti csak azt halljátok, hogy jó vagy rossz, nem de nem tudunk csak úgy témát. Ez egy három darabos puzzle. Ha nem áll össze, nem áll, akkor nincs. Akkor az máshogy kell előtetni. Nem látod a képet. Minden napnak kicsit más a kémiája. Hát ettől jó egy rádióműsor, hogy ezt az ember behozza azt, amit ugye otthonról, és higgyetek el, nem könnyű. Nem könnyű azért így. 250 felé már ilyen korán persze, kell lenni. Ráadásul nálunk ugye nem történik otthon semmi. Működik ez a rohadt garázskapu. Na, mutathatjuk akkor? Találtam egy gyöngycemet, és szeretném nektek megmutatni. Nem tudom, hogy jó vagy rossz, de majd ti segítetek eldönteni. Hallottatok már a Gügyül Gang nevezetű zenekarról, formációról? Gügyül? Gügyül Gang, és én kicsit szeretem őket, és azt is elmondom majd, hogy miért. De hogy mi volt a cél, amikor ezt a nevet megtaláltak, hogy Gügyül? Gügyül Gang. Mi hát, a Gügyül? A gang van ilyen település? Okay. Gügyüliek. A gang az oké, okay, az ugye csapat, lehet, mit tudom én, de a Gügyül mi? Mi ez? Gügyül? Gügyül, Gügyül. Gügyül, és az gyűl. Jobb. Ja, gügyül. Ja, gügyül mondom, nem, ugyanúgy nem értem. Ugyan a lépsőre sem nem látom, hogy én és a tilletű között gügyül. Különbséget, mert én sem látom, legalább fél méterre van a monitorom. Gügyül gang. Gügyül. Ja, gügyül. 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 Gügyül gang. T, mint Tihonov. Mondta valami komcsit, hogy értsd is fel. Igen. Valami régi komcsi nevet kellett volna mondani. Szóval, Gügyül gang. Igen. Nem hallottatok róla még soha? Nem. Magyar? Én megmondom őszintén, kicsit irigykedem rájuk, és azt is elmondom, hogy miért. Ők magyarok, igen. Még minden előtt állnak. Még minden előtt állnak. Nem. Megmutatom nektek ezt a klipet, legalábbis dal formájában. Ők egy rap csapatnak mondható, hát kezdetleges formációról van szó, de az a fajta életérzés, amit árasztanak, arról az én fiatalságom jutott eszembe. A felelőtlenség, a csapkodás, a micsoda, mi jutott eszedbe erről? Érdekes, egyik jelző se jellemző az én fiatalságom. A felelőtlenség. Sose csapkodtam így a levegő, vagy hogy érted, hogy mentem az után, és csapkodtam a levegő. De mi az, hogy csapkodás? Csapongás akkor. Ja, csapongás. Na, az volt. Az volt. Na, ugye elmondom, hogy miért. Csak szeretném nektek megmutatni. Itt, hallgassátok meg őket, jó? Figyelj! Követem a csapatom, mint a Gügyüli gang. Errefelé nem divat a nagyvárosi slang. Elmondom, ha valakinek nem tiszta a kép. A lényeg itt csak az, hogy együtt van a nép. Nem pedig az, hogy ki tud rappelni, meg ki nem. Hiszen nincsen közöttünk se Tupac, se Eminem. Ez igen? Hát akkor hadd szóljon az összes utca. Minden hangfalból a Gügyüli gang legkeményebb cucca. Ez itt az utca slang, meg a gangster flow. Ha keménykedsz, nekem szép.
Igen. A testvéremmel már 12 éve számíthatunk egymásra, akármilyen tréve. Velem van a Szabó, a Skuba meg a Bábik, Júrásban a Párok, valami már látszik. Még a Hegedűs, és itt van még az Aki. Bocsi, ha repembe csúszott egy-két baki. Itt a Kütyüli Gang, ez a mi kis csapatunk. Amikor csak tudunk, az utcákon csapatunk. Leírtuk ezt a dalt, volt bennük ennyi bátorság. Viszont itt a kemény kezd, gyorsan szed a sátorfát. Testvérek vagy, ami ma már ritka. Őszinteség, becsület, ennek ez a titka. Ez a Kütyüli Gang. Ilyen a mi bandánk, nem törnek meg minket, bármit mondhatnak ránk. Én vagyok a Szabó, a Gütyüli Gang tagja. Szódás barátom a legjobb rappeket rakja. Nincsen könnyű sorsom, de boldogan élek. Mert van ilyen spalom, bollával az élet. Katalomat két éve, sajnos elvesztettem. De a barátaim mindig itt lesznek mellettem. Télen megy a biliárd, nyáron meg a foci. Járjuk az utcákat, és most jön a Dodi. Én vagyok a Dodi, velem van a csapatom. Nem vagyok egy rapper forma, én ezt nem tagadom. Aki lesz, kitaláltam, rappeljek én is. Nem nagyon tudok, de elvállaltam mégis. Velem van a Hörcmen, meg aki te barátom. A nagy szövegeiket én mindig csipázom. Nem jutott nekem más, cigiből csak töltött. Ennyi volt a szövegem, többet már nem költök. Itt a Kütyüli Gang, ez a mi kis csapatunk. Amikor csak tudunk, az utcák a csapatunk. Írtuk ezt a dalt, volt bennük ennyi bátorság. Viszont itt a kemény kezd, gyorsan szed a sátorfát. Miért akarnak mindenkiben balhét? Mindenképpen balhét akarnak. Gyere ide és bunyó lesz. Nem törnek meg minket, bármit mondhatnak ránk. Régen, ahol felnőttem, az nem ez a hely volt. De nem érdekel a sok de engem ezért volt. És ha megkérdeznéd köztünk, ki a legjobb? A válaszom annyi, hogy a banda, hold most te flót. Hogy most? Ez van, ez lesz, amíg közmünk ide egymáshoz az na, de akkor nem érted, ő a legjobb. Nőj fel a szintre, és olyan kemény, hogy rakkolj, gyere ki a streetre. Itt a Kütyüli Gang. Itt a vége. Jó, tehát, hogy ha olyan kemény vagy, gyere ki a streetre. Gyere ki a streetre. Háromszor, négyszer jelezték egyébként, hogy valami baj van, érted, és odamész, és beszólsz. Aki részt, vagy Dodit, vagy nem tudom kit, ki kezdesz, akkor abból bunyó lesz, nem lesz jó vége. Igen. Öcsém, a Kütyüli Gang ellen húzzá újja. Egyben szórakoztató és egyben szörnyű. De tényleg, tehát, hogy jó arcok, érzések vannak, hogy nem jó arcok. Lazák, igen. Picit unatkoztak erre, elkezdtek rappelni. Igen, de szerintem ezen minden, leginkább az, aki pasi csajok szerintem kevésbé, átmentek egy olyan életszakaszon, amikor is valamit csináltál, és attól a valamitől te elképesztően keménynek érezted magad. Emlékeztek erre? Ez nyilván baromi régen volt. De amikor tényleg te felvettél egy szegecses karperecet, becsatoltad, lementél a térre, és nézted, hogy feltűrt ujjal nézik-e a szegecses karperecedet. Vagy felvettél egy olyan pólót. Magasáru fehér pumacipőt. Vagy egy pumacipőt. Hát, attól inkább divatosnak, igen. Attól inkább divatosnak. Mi menőnek gondoltuk. Tessék? Menőnek gondoltuk. Igen? Aha. Menőnek, keménynek? Igen, kemény. Begyűrt farmer nadrág, tehát hogy bele és úgy átkötve cipőzővel kötve. A klasszikát kellett kötni, igen. Tehát mindenkinek volt egy ilyen életszakasza, amikor is hordott, vagy csinált, vagy mondott valamit, amitől ő volt ott a telepen, a környéken, a faluban, a városban a legkeményebb. Vagy legalábbis ennek gondoltam magát. Nem annyira kemény, mint a Kütyüli Gangben. Nem jó. Bukszer a zsebembe, a kezedet tegyed fel, szétkaplak én ember, akármit követsz el. Jó, hát, még azért nem, ők mindenki nem jön ki mindenáron bunyózni akarnak. Hát, hogy érted, jó, becsúszott egy kis ötjúják, egy kis töltött cigaretta, meg ilyesmi, meg hogy beírásokat is kap, de a bunyolni. Továbbra is egyébként én azt gondolom, hogyha lenne ennek az országnak valójában humorérzéke, vagy csak annak a néhány embernek, aki például a dalról dönt, simán el lehet nőket indítani az Eurovízión. Legnagyobb lenne. és nézzük Magyarországot. A színpadon a Hörcmen, Bolla, Szabó, Dodi, valaki, Hege, Skuba és Achilles. És a Kütyüli Gang. Na, de emlékezzünk vissza arra, amikor mi fiatalok voltunk, hogy mi volt az, amitől baromi keménynek éreztük magunkat, és ez valahogy a kamaszkorral együtt járt, tényleg ez egy hormonális változás, amikor tényleg elég csak egy ruhadarab, egy iskolai zenekar, hosszú haj, egy cimatszatyor, vagy valamilyen szegeces póló, és azt gondolod, hogy olyan kemény vagy, hogy senki nem tud beléd kötni. Csuklaszerítok. És mindenki imádni fog. A legalapabb és a legelső az a csuklaszerító. De ez a plusz. Volt egy haverom, nem, műbőrből készített csuklaszerító volt, valamit szétvágtam miatt, már fogalmas nincs, hogy mi volt, egy ilyen nagyon, ez a gagyi műbőr, emlékszem, ennek vászon volt a hátoldala, és hogyha egyszer megvágtad valahol, akkor elkezdett repedni idő után.
és az egyik haverom csináltatott, de valami nagyon jó kis csúkos szalított, valami cipésznél, és eleje hátulja volt, hatalmas szegecsek voltak rajta, és rohadtul irigyeltem, pedig egy olyat csináltam, aminek amit teleraktam ilyen hátul széthajtható típusú szegecsekkel, aminek hátul volt ilyen két ilyen kis nyelve, és aha, szét lehet hajtani. És az azért nagyon jó volt, mert hogy 30 darabot beleraktál ebbe a műbőr darabba, akkor az úgy szín a kezedet, mint az állat, de irgalmatlanul lehetett vele véríteni. Felhajtottam a kis dobos ingemnek az ujját, és így... És nagyon menő voltam. Irgalmatlan menő voltam, igen, és olyan, hogyha egy 12-es alkarral iszonyatosan feszítettem, nagyon mentem. És valahogy úgy érzed, hogy 3 számmal nagyobb cipőtortál, 4 centivel nagyobb volt a bicepszed, nagyon mentél, nagyon kemény voltál, és azt érezted, hogy nincs ellenséged. Igen. Nem? Sajnos a bicepszem nem volt 4 centivel most. Nekem ugye ilyen pamut csuklaszorítóim voltak, én is úgy mentem, hogy föltűnne, és lézengeres volt, ugye az ugró, nem tudom, pár luc puma. Meghatározhatatlan állatfajta, ami ugrott, és akkor, ha nagyon menő voltál, akkor egy kézre húztad, ha a duplán menő akartál, akkor 2 kézre. És dupla színű volt, tehát ide húztál egy fehér pamut csuklaszorítót, tehát tényleg mennyire durva, egyszerűen ide pedig majd egy pirosat, azt hiszem, talán ilyen fekete ugró valami volt rajta. És akkor ugyanígy mentünk mi is a 2 darab csuklaszorítóval, aminek semmi értelme, nem kell, hogy szorítsa a csuklódat. Semmi. Az izzadságot nem tud törölni a homlokodról. De egyébként semmi értelme. Semmi értelme. Na, és hát nyilván egy csomó hallgatóknak nektek is volt olyan ruhadarab, vagy ez lehetett akár egyébként egy viselkedésforma is. Köszönés, vagy egy szóhasználat, ami arról árulkodott, hogy te most nagyon vagány vagy. Mi volt? Mit mondasz? Hát a köszönésnél, amikor ilyen különböző egészen hosszantartó köszönési ritust találtatok ki. Hú, összeütött, hüvelykúj, összefordít. Három puszi, akár. A három puszi, a fordított kéz így fölfelé. Mennyire kellemetlen volt. És meg kellett külön tanulni. Hát ez a kezdet össze, így hüvelykúj összefordít. Lentről, hüvelykúj, megcsavarod, puszi, nem. Puszi, nálunk vál, és vál összeüt. Nálunk nem ez volt, nálunk a puszi egy oldalra. Tehát akkor voltál bandatag, és akkor voltál benne az iskolai bandában, ha egy oldalra adtál puszit. Az egy oldali? Igen, egy puszi vagy 3 puszi, tehát sosem Jézus. 2. És akkor onnan tudtad, hogy valaki melyik bandában, vagy 3 puszi van, vagy 1 puszi van. És akkor te az 1 puszis voltál. Puszi, mint puszi, mondjuk azoknak, akik hallgatnak bennünket. Igen, tehát arcra. Értitek, ugye? Jó, nem jó, most ne jelentsetek föl. SZ. Puszi. Ível pontos. Ível nagyon fontos. Tessék, figyelmesen hallgatni bennünket. Szóval 1 puszi vagy 3 puszi. Így van. Csató, nagyon kemény voltál. Nagyon kemény, és ahogyha mondom, ilyen komplexe volt a köszönés, akkor konkrétan az történt, hogy kimentél, végigköszöntél, és mehetél is már haza, mert anyád azt mondta, hogy 8-ra legyél otthon. Igen. Nagyon ment akkor, amitől baromi kemények voltunk mi, hogy aztán Ákos indított el a bonanzával még, hogy hosszú haj, de alatta teljesen felnyírva. Emlékeztek arra a hajviseletre? Ilyen cofba végig, én hordtam így a hajam, aha, innentől kezdve cof hátul, ja, és ez a rész, ez full felnyírva. Hát ha láttál már hülyén kinéző fiatalokat, hogy mindenki így hordta a haját. Ákos, akkor még bonanzás voltál. Úgy hordtad ugye, hogy cof és fölnyírva. És fekete pólót fölvettél. Mindenki ezt nyomta. És azt gondoltad, hogy nincs nálad királyom, igen. Vagy ugye hát ez a függönyhaj, ami szintén. Ja, de mondjuk az nem volt annyira kemény. Az nem volt annyira kemény. Akkor csak jelezted, hogy hova tartozol. Igen. Hát vagy anyukád jelezte, mert ő nyírta. Igen. Fortunás voltál elvileg. Ha olyan függönyhajad volt, akkor te fortunás. Fortunás voltál. Na, drága hallgatók, írjátok meg. Ez tényleg, ez 80-as, 90-es, illetve kinek mikor, ugye ki mikor volt fiatal, hogy mi az, amitől ti kemények voltatok, milyen köszönés volt az, milyen szóhasználat, milyen ruhadarab az, amit felvettetek, és úgy éreztétek, hogy legyőzhetetlenek vagytok, írjátok meg nekünk. Jó. A 85-ben a nagymamám Nike pipát hímzett a 2 forintos póló ingemre, én voltam a király a lakótelepen. Igazi. Hímzett. Igen. Öcsém, spirálfüzetből 2 darab karika kivágva, egyik a fülbe, a másik az orba, és lánccal összekötve. Olyan kemény voltam, mint a pont-pont-pont Zoli. Aha. Küldte nekünk spirálfüzetből, tényleg ki tudtad venni? Az Dave Snake Szabó, a Skidrobot. De tényleg. És az voltam egy matek füzetből. Ja, Istenem, de jó időszak volt ez, igen. Milyen kevés kellett akkor, hogy az ember keménynek érezze magát, nem? Hölgyeim és uraim! Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan, 6 perc múlva, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hát szenzációs SMS-eket kapunk, ugye arról beszélgettünk, hogy van egy rap csapat, hát abszolút amatőr rap csapat. Mi olyan kedveljük őket, meghallgattuk többször a dalukat. Gütyül Gang, csokortatjuk a fiúkat. Helyesek fiatalok, és eszünkbe jutott róluk az, amikor hát hasonlóan
mint minden kamasz egyébként átmegy az érés azon fázisán, amikor is rájön, hogy nála nincs keményebb. Egyébként nem lehet másról szó, mint hogy dolgoznak benned a hormonok, nem? Azt meg hiszed, hogy tiéd a világ, meg kell mutatni, nyílsz ki, kezdesz csajozni, és úgy érzed, hogyha egy jó zenét hallasz, vagy felveszel egy csuklószorítót, vagy egy kamu bomber jacket, vagy egy farmer jacket valamilyen kitűzővel, akkor nincs nálad keményebb a földön. Ezen akkor is átmentünk, az a generáció, mi vagyunk, és szerintem a mostani fiatalok is így csinálják, nyilván máshogy. De vagy rettenetesen csírának érzed magad, és ezért kell kompenzálni, pont az ellenkező irányba. Igen. Mert tudod, hogy csíra vagy. Tudod, hogy csíra vagy, és kell valamit csinálni. És kértük hallgatóinkat, hogy írjátok meg nekünk, hogy ti annó mitől éreztétek azt? Mi volt a köszönés, mi volt a szójárás, mit hordtatok, mit viseltetek, mitől lett az ember egy kicsit keményebb, mert ha beismeri, ha nem, ráadásul a pasiról van szó, pláne mindenkinek volt ilyen. Tehát van a fejlődés azon fázis, amikor ezen átmész. Kinél hosszabb ideig tart, és mindenkibe beleköt, és éveken keresztül nagyon kemény. Vagy úgy marad. A hormonok miatt egész hamar le tudja, és utána jó útra tér. És van, aki úgy marad. Igen. Figyelj, valaki írja például a bőrcsekit a farmer mellé, én ezt még mindig menőnek tartom. Nekem az még mindig bejön. Aha. Hát jó. De tényleg. Tehát, hogy azt, hogy van sok, tehát hogy már az egész a Milton kapocs, meg nem tudom milyen. Tehát a farmer mellé az ilyen meg... Jó. Nekem az még mindig bejön. Igen. Olvasd az SMS-t, hagyjad, engedd el. Nem baj, nem abszolút nem, nem. Vannak dolgok, amik már nem menők, de nem baj, annak tartod, ezzel így. Mi attól voltunk kemények, hogy a camping bringát úgy torboztuk fel, hogy kartonból beregőt csináltunk a hátsó kerekéhez, és úgy csapattuk. Júj, de nagyon jól. Ami hát egyébként egy kilométer után rongyobban, tehát a kartonpapír nem bírta. De, mi is csináltuk, kicsit olyan volt, mint a motorra jöttél volna. Ebben az volt, hogy a hangja volt a bringának. Nagyon jó. Mi kártyapaklival csináltuk, sima kártyával. Az viszont jó biztos. És jó biztos. PVC szegecses kabát az Akácfa utcai boltból, egy manovaras felvarró, a farmerő bújtatójába gigakulcsomó, 100 méterről tudta mindenki, hogy jövünk. Gábor küldte nekünk. Telepen május 1-én buli volt, állt egy kabrió merci, mikor jöttek a csajok, neki támaszkodtunk, és bedobtuk a csuklószorítónkat az ülésre. A csajok meg lestek, kivenni nem tudtuk, mert jött a tula, és úgy elhajtott minket. Magzat, ez 1992-ben volt. Milyen menő volt akkor egy kabrió merci? Nem? 92-ben, hát nem sűrű látott akkor még az ember az emeltét. Neoton Familia párizsi lány dalából az olalá kiáltás építettem be minden mondatomba, egészen addig, amíg apám szájon nem vert. Azt mondja, a hipózott póló volt a legnagyobb, ha egy újnyit megkötöttél cérnával, utána karikák lettek rajta. Igen, hát ezek olyan volt, mint egy ilyen batikolt pólód lenne, aha, ugye? És aha. Akkor megcsináltad, és nagyon menőnek gondoltad meg. Igen. Nekem elég volt megnézni a Rambo 1-2-t, és a svájci sapkára a Stallone kitűzőket téve mentem a városba. Én voltam a legkeményebb elit veterán 12 évesen. Ez egy időre tényleg nagyon ment. És egy kitűzőtől a világ legkeményebb srác voltál. De tényleg? Tele volt a város ilyen barátos srácokkal. És iszonyatosan keménynek érezték magukat. Majd nagyon szeretem ezeket az SMS-eket. Ilyen. Fater, Hawaii mintás Boeing-je, azzal menőztem, körülbelül 3 volt rám nagy, azzal menőztem, pedig csak a városi akkori egyetlen turiából vette a Fater, de higgyetek el, nagyon, nagyon menő volt. Itt van egy hallgatónk, Dóri. Hello, Dóri, jó reggelt! Hello, sziasztok, jó reggelt! Na, úgyis csak pasik írtak inkább, úgyhogy kíváncsiak a lányok, mitől voltak kemények. Na, hát igazából nekem azért volt szerencsém, mert nekem a nővérem külföldön élt, illetve hát nem élt, hanem ő a Magyar Cirkusz és Varieté vállalattal járta igazából a világot, és... abban az időben, a 80-as években ő Ankarában volt, élt, és hát onnan küldte haza, illetve hozta haza a különböző, hát nagyon menő cuccokat, ilyen, hogy hologrammos toltartó, akkor olyan gumi, hogy mozgott a macinak a szeme. Ó, hát ilyenekről mi álmodni sem mertünk. Hát akkor ezzel ti tényleg kemények voltatok. Nagyon csipkézokni. Nagyon menő volt, kilógott a fasz. Hát mert lány. A felső részén ment ki. Néhányszor megpróbáltak rámadni, de mindig kitapoztam. Mi szerettük. Akkor nagyon-nagyon menő volt, arra lehet, hogy emlékeztek, hogy a farmeron kívül oldalt futott ilyen minta. Igen, a farmeron kívül volt a minta, igen, itt a lábánál, a varrásnál azaz, két oldal. Úristen, volt olyan. Igen, és diszkóba mentem, és körülbelül egy órája volt, hogy rávarja a mintát a nővérem, és
szétvágta a léviszkendőt, és azt varta oda. Pedig akkor egy léviszkendőért ölni tudtam volna. Több embert meg kellett, hogy öljünk érte. Igen, fú, de jók voltak ezek. Maradt még egy kicsi anyag, és azt meg rávarta a farmerzekinek a zsebére. Úgyhogy nagyon menő voltam. Akkor smiley-s póló, amit abban az időben behozott nekem. Az is mennyire ment egy időbe tényleg. Igen, smiley-s póló. Hát és minden nyakba akasztható Mick Jaggerestól. Mick Jaggerestól, amit a nyakadba akasztottál? Nekem csak ilyen pénztárca volt, ami vízálló volt. Az úgy volt, hogy a fejébe dugtad bele a magát a tollat, és a fejét akasztottad a nyakadba. Ő volt az, gyűlöltek a tanárok, utáltak. Persze, nekik se volt egy ilyen. Gyűlöltek, akkor nagyon-nagyon jó füzeteket kaptam, amit ugye nem lehetett, mert voltak a standard füzetek. Hát azt nem lehetett, hogy én valami mintás füzettel jöjjek, vagy mondjuk nem tudom, egy ilyen csajszi van az elején, ilyen rajzolt. Akkor az komoly kihágásnak számított, persze. Hát fekete listán voltam, szépen. Persze, igen. Oké, Dori. Hát köszi, hogy elmondtad nekünk. Köszi, ciao. Hello. Dori túlmenő volt. Hát a túlmenő volt, igen. Azt, hogy modern talkingos pulcsi, amit itthon nem mertem felvenni, mert feloszlottak. De Erdélyben én voltam a menő benne. Vagy neon színnel felír Dirty Dancing-es póló. Reni küldenek. Jó kis Dirty Dancing-es póló, de jó. Sárgalőíros neon színű pulcsik iszonyatosan mentek. Igen. Haverom a magyar biciklire ifa tükröket rakatott, és a csomagtartóra felírta a vadnak születtem. Feliratott. Nagyon kemény volt. Brosszos voltam, de kőkemény, írja egy másik hallgató. Fehér póló, szakadt farmer, makkos cipő, mindig meg akartak verni, de nem hagytam magam. Leszli küldte nekünk. Azt mondja, hogy én a mamámmal varrattam egy indító kék koptatotra. Micsoda? Indigo kék koptatotra nem volt pénz. Farmer Jackie hátára egy brossz plakátot, amit egy műanyag dossziéba vart bele, hogyha esik az eső, akkor ne ázzol le. Most nem lehetett a kabátot, ezért féltve őrzött kincsem, alig volt rajtam egyszer-kétszer. Puszi bejus, halljuk a többieket is. Azt mondja, hogy acélbetét, Puffy Jackie, sziklaterep gyakorló, kopaszfej, gonosz nézés. Kemény volt, amit a rohadtök. Gonosz nézés. Gonosz nézés, de az oroszlán királyon simán elsírtam magam. Igen. Én egy másik hallgatod, nagyon jó. Mi köpködtünk. Aki nem tette, az egy senki volt. A szarvasi zöld pázsit geng. Levi, alias Manó küldte. A nevetek nem erős, ez a zöld pázsit. Igen. A BMX banditák megnézése után annyira kemény lettem, hogy az első lépcsőn rommá törtem magam a kempinggel. Istenem, ez nekem megvan ez az életérzés. Sose volt pénzünk BMX-re, nekem nem volt BMX-em, pedig nagy álmom volt. És mi is megnéztük a BMX banditákat a május egy moziban. Nicole Kidman. Nicole Kidmannel kijöttünk, felpattantunk a tacskóra, a kempingre, és úgy szeltük a habokat a harmadik kerületi helyeken, hogy gyönyörű volt, és ugrattál, és kimentél a crosspályára, és kicsit te is BMX bandit voltál. És aztán egy haverod elesett, és sírva hazament. És aki nagyon menő volt, és az anyjának volt ott a varrógépe, az csinált ilyen szivacsbetétes, ilyen kamu tökvédőt, ahogy a bázra. Igen, persze, a menő volt. Semmit nem ért, de nagyon látványos volt. Sose volt BMX-em, és de szerettem volna mindig. Műbőr kabát, hátamon kutyalánc, elől jelvények tucatja, Sex Pistols, Ramones, Bozsó küldte nekünk. Baboskendő a fejemen, fekete póló, farmer surranó, spirálfüzet spiráljából készített fülbevaló, nem volt lyuk a fülemben, nem volt nálam keményebb, Kinder Bandit küldte nekünk. Azt, én az akkori csajok tangáját húztam a fejemre, ezt picit elvetem őt. Nézzétek, hogy Józsi bugyival a fejem. Megint meg volt neki valaki. Nekem térdig érő Martens bakancs, elől végig fűzős, bőrbetétes, pántos stretch, miniruha hozzá, vörös öv, nyaklánc és egy kis szempilla rúzs. Én voltam az Amazonok királynője, ezt Krisztina küldte nekünk. Kempingbicikli, leengedett nyerek, billentett kormány, ez volt a chopper. Billentett kormány, leengedett nyerek, csodálatos volt, igen. Én akkor éreztem magam keménynek, mikor Walkman-nel mentem az iskolába, fül bedugva lazán, de nem volt benne elem. Mit hallgatsz? Jó, de jó, atya isten. Én farmerkabát hátára írtam rá, hogy rep. Mivel hímezni nem tudtam, gatyagumit vartam fel. Ezt Tamás küldte nekünk. A 90-ben németbe vettünk egy kamu légtalpas cipőt, akkor elérhetetlen volt a Nike Air Max itthon. Emlékeztek meg, hogy a siker volt? Na, volt egy Air Max-ed. Akkor mindened volt, mi? Legnagyobb voltál. Vagy pumpálós ribák, az volt a másik. Úristen. A suliban az egész emeletről átjártak megnézni, mert azt mondtuk, hogy ez nem légtalpas, hanem gáztalpas cipő. Egy hét királyság volt. Toneres Karcsi küldte nekünk. A 90-es években már akkor Snoop Doggot hallgattam, mikor itthon még repülők volt a menő. Homboy gatya, kapucnis felső, fém kutya, pórázlánc a nyakban lakattal.
Nem volt keményebb rapper a faluban. Attila küldte neki. Cipő belső oldalára gyufás doboz széle felragaszt, rágyújtásnál láb fel, gyulladt meg a gyufaszál, mint a húzat. Én voltam a legmenőbb. Az mi? Hát mert a régi nem biztonsági gyufa, az még, ugye a régi gyufa az gyulladt bárhol, és azt már nem tudtad beszerezni, ezért felragasztottad. De jó lehet. És alig vártad, hogy valaki tüzet kérjen. Van tüzet? Hogy ne lenne. Mennyire menő. Nem? Én sajnos nem ismertem. Atya Isten. Azt mondja, hogy Buffalo bakancs, bőrnadrág, izompóló, búvárkabát, hidrogénezett haj. Nagyon kemény volt, amíg egy hallgató. Divat lett a koptatott farmer, így kocsi után kötöttük a farmer nadrágot, és több helyen elkötve teliraktuk a szárát sóderral. Igen. És úgy húzták az autó után. Atya Isten. A 90-es évek elején Lada vezérműláncot hordtam öf helyett még a középiskolában. Ezt Tibi küldte nekünk. Elég volt egy boroskola és egy bomber jacky, mi már kemények voltunk. A tetoválást imitáló nyaklánc borzasztó menő volt. Persze többi haver Bravo és Bravo Girl magazinokhoz is ajándék volt. Ezt Nóri küldte nekünk. Volt ilyen műtetoválás a Bravo magazinban, és ezt fölraktad mi nyaklánc, igen? De most ez már olyan szintű menőség volt, ami felfoghatatlan volt a számunkra. Műtetoválás. Helyi gazdaboltban vásároltam kutyapórázt, és annó gyerekként azt a láncot raktam a nadrágom bal oldalára, mint a rapperek. Iszonyú nyomorult volt, de akkor nagyon lazán kintem magam, írja egy hallgató. Veszkó csizmától voltam a falu bikája, írja egy másik hallgatón, köszönjük szépen, és a kockás flaneling és a feliratos zenekaros póló, azt én is voltam, úgy derékra kötve a kockás flaneling, axerózos gánzis póló és egy farmer short. Bringanadrág. Bringanadrág, és mentél osztálykirendulni, és... Jaj, de a bringanadrág nem, azt nem, azt nem, azt nem, igen. Jó, de a felülmúltatlan kemény, ez mégiscsak a mindennek a teteje, a leges-leges legnagyobb. Java Mustang, Camping Kerónak a kormányában. Chopper, Chopper volt, mi? Ez Choppered volt. És azt hitted, hogy nincs nálad kemények. Igen. Ki az a Jack Nicholson, vagy Dennis Hopper? Ezzel a laptankkal, vagy nem tudom. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Nincs. Elkezdtem más. Egy picit skiccelgetni egy ilyen gütyülgenges sztorit, és arra gondoltam, hogy mondjátok már, hogy jó az irány, vagy ilyesmi. Mert annyira tetszett, amit tegnap toltak. Igen, annyira tetszett, amit tegnap toltak a srácok, hogy ez ekkora siker, meg ennyien megnézik, basszus, nekünk is kell valami hasonlót csinálni. Tehát arra gondolsz, hogy legyünk mi az új gütyülgeng, és csináljuk igen, valami hasonlót? Igen, nem lesz egyszerű, mert ők azért nagyon magasra rakták a mércét. Hát tehát, hogy azért abba az irányba el lehet menni, de addig feljutni a csúcsra. Én kedvelem őket egyébként. Minél többször meghallgattam ezt a számot. Engem szórakoztat. Én bírom, amikor valaki 14-16 évesen azt érzi, hogy ő a legkeményebb és ő a legvagányabb. Erről ugye tegnap beszéltünk. 8-15 szállnak és csinálnak egy rap zenekar. És ráadásul egymás erősítik, mert mégiscsak egy gengről van szó. Igen. Csak a tesó, jön a BC, a Józsi, a Gabi. A koinci előkerül a boxer zsebemből, amivel kiszoktam menni a játszótér. Igen, és mi a játszótér a boxerra. Ott arra nagyon nagy szükség van. Szóval én ezt bírom. Na, és mit írtál? Na, tehát úgy van, hogy le vannak hozzá a különböző szerepkörök, természetesen gütyülgengesen a szövegben. Ideig ez még csak egy kis skic, egy kis vázlat, még nem tudom, hogy jó-e az irány. Úgy kezdődünk természetesen, Balázs felvezet a szöveget, aztán átadja Ferinek, aztán megint Balázs, utána egy picit én, utána megint Balázs, és akkor körülbelül így zárod bele a szöveg. Keresek rám valami beatbox alapot? Az jó, de nekem az is jó, hogyha a team beatboxoltok alá egy kicsit. Nem vagyok olyan, mint az az ember, akinek ez nem rossz egyébként. Akinek a nevében a gázsia is benne van. Emilio. 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 Az az előadó művész, akinek a nevében a gázsia is benne van. Emilio. Szóval van beatboxos alapom, ha akarsz alátenni egy kicsit. Mindig van nála egy beatboxos alap. Lehet, mi az? Megvan? Apja lánya együtt beatboxol. I guess this will be battle part 2. Figyelj. Most of you folks say this. Azt gondolták, hogy ők jobban lesznek ketten. Apa lánya. És ki a lány? Na, innentől jó. Ez egy pasi, ott ül mellette okay. A lánya. Két amerikai. Jó. Jó, megpróbálom egy szíjat. Várjál, újraindítom neked. Nem gyors? Nem, jó ez. Mondjuk ide elkavarod. Igen, itt majd emlék az erdőre természetesen. Várjuk már meg, hogy a lány átveszi. Okay. Hát arra jobban lehet. What in a cottage cheese? Figyelj, papa ránéz a lányra. Lány hangol. Okay. Mondjuk a rohadt jó. Tenne jó.
Jó, majd sajnos már szóló. Jó, a kislány még mindig elképesztő. Erre nem tudunk, Jani, erre nem tudjuk. Az eleje nagyon jó volt, az eleje az jó volt, a papa jó volt. Hergeli a papát, és nézzük, ezzel ránéz a faterjára néha. Picit így vagyok. De miért nem csalogtak a lányokkal? Figyelj, nem mond, nem lesz jól náluk egy ünnep, vagy bármi. A papa erre válaszol, no, várj, és erre lehet, hogy rá tudod majd nyomni, figyelni, nézzük meg. Papa felúszta magát. Ez nekünk gyors? Gyors. Az elej az nagyon felkomos. Papa? Ők így kommunikálnak egymással. Azért itt egy névnap születésnap. Figyelj, rögtön. Nem torkolik unalomba. Várj, akkor keresek egy másik. És szerintem egyébként a rokoni társaság, vagy a rokoni kör is ugyanilyen lehet, meg a barátok is összejönnek, és ezt a tizen tolják. Zseniálisak. Na figyelj, elindítom az elejét még egyszer, rá tudod tolni. Ez a te szöveged lesz egyébként. Na mit írtál? Tessék. Erre soha nem tudod. Na, gyerünk! Én vagyok a Bas, ez meg itt a banda. Emit van a zapraja, amat meg a nagyja. Ez a Top Gun Gallery, ugye vágod tesó? Mi vagyunk a kaviár, mindenki más lecsó. És ha nem így gondolod, húzzál el a vérbe. Muteromat haszidot, küldelek a jégre. Szóval ez a Morning Show, és ez itt a Feri. Az, aki a sült karajt párosával nyeli. Régebben még züllöttem, bulláztam, meg ittam. Új kigyorsi gyerek vagyok, gyárilag jól bírtam. De újabban más vagyok, fogyozok és futok. A számba meg cigi helyett zapszeletet tolok. Most viszont eldugulok, lökjön dumát más is. Nem futtatom magamat, nehogy nagyot ásíts, Balázs. Ő meg itt a Jani gyerek, Lőrinc City réme. Ne húzz vele újjacsíra, mondd inkább, hogy béke. Nem vagyok egy DiCaprio, egyszerűen élek. Top modellt azt taperolnék, de Oscart nem kérek. Legyen süti, vár a kis csöcs, meg egy havi bérlet. Elég, ha csak ennyit kapok, meg is van a lényeg. Balázs, mi vagyunk a Morning Show, mindenki más csicska. Ha a bocsit emlegeted, kinyílik a bicska. Ha én mondom, hidd el, tesa, ne szajkozzam kétszer. Ez bizony egy penge csapat, hűsít, mint a lézer. Ember, hát erre születtél. Hát egyszerre tapszöntjön a beatbox. Tehát tényleg, Gütyül gengeszünk, hazamentél és írtál egy ilyet. Azt mondod, nehogy már 16 évesek lenyomjanak. Hát most tényleg, hogy milyen világ ez. De ezt meg kell csinálni rendesen. Csinál rendes alappal, nyomjuk fel, fordított baseball satyó. Még nálam rosszabb, csak a geszti repel. Tehát, hogy... Akkor már meg vagyunk. De hallottatok már, valakit bűrosszú repelni, az én vagyok. Tehát, hogy azzal óvatosan. Hát ez. Szeretem. A fiatalos kihívás, amikor reagálnak rá. Reagálnak rá az öregek, mi, hogy nehogy már egy 14 éves gütyülgen lenyomja bennünket. Is. Értem. Mennyi idő alatt írsz meg egy ilyet egyébként? Hát viszonylag gyorsan. Gyorsan meg voltam? Igen. És ez itt a Feli, az, aki a sülkarajt párossában nyeri. Nagyon jó. Jó vagy egyébként. Na jó van, oké. Ezt majd lehet, hogy megcsináljuk, nem? Egy rendes dal van. Petit megkérjük, fölmondjuk, és akkor lesz egy a Hunadal mellett lesz egy rapdalunk is. Ez is zseniális volt egyébként, ez a beatbox alatta. Ja, figyelj, közben kislány megint válaszol, tehát várj, hogy közben itt ölik egymást. Tehát ez még megy közben. Kislány. Nem áll. Kislány. This is no battle. Ha! Ha! Wait, but didn't I defeat you already? De benne van, hogy a lemez visszagyorsul a hangjában. Figyelj őket, fölrakjuk a Facebookra. Olja. Kislány már fölállt. Round 2, no more. Round 2, 1. Round 2, kick, 1, 2, kick. Olja. Itt a vége. Jézusom. Még az, erre már nehezebben tudtuk volna ezt elnyomni. Igen, de erre már semmi. Jani repélt, igen. Papa és lánya leült egy kicsit játszadozni. Egy függöny előtt ők beatboxolnak. Jó, szerezünk rá egy beatbox alapot, és akkor megcsináljuk rendes dalként. Simán. Jó? Simán. Még egy picit beleírogatok itt, hogy egy kicsit hosszabb legyen. Jó, lehet írhatnánk. Ezért keresünk egy énekesnőt.
valami ízét, egy refrénnyit elénekelne, egy dögös hang. És igen. Mi a rappet egy meg föl? Azt írják, hogy ez a szöveg alapért kiállt, alapért igen. Kiállt. Tehát ez alá tenni mondom kell, ér. Alapért kiállt. Igen, csúcs volt, Jani, igen. Szia, Jani, köszönjük szerződést, fásjál. Zseniális volt, Jani. Félre kellett állom, sírtam a rövés. 50 fillér. Kérjük a Facebookra teljes szöveget. Kirakjuk természetesen a teljes szöveget. Eurovízióra Jani dalát azonnal. Keresetek valakit, aki Franco megcsinálja, nagyon jó lett, amit Jani írt. Szuper vagy. Fiúk, ez a gügyülgenges, mit csinál az Ács, városi viatalok himnusza, amúgy gütyül a város egy része. Így van, tudjuk, abszolút. Tudjuk. Kösz, Jani, Isten vagy. Ez az új Eminem. Váltszakmát. Ezt te írtad? Igen, ezt Jani írta. Már tegnap így belemutogatott egy-két részbe. Igen, de még hazament, nem lőtt el tegnap, még csiszolt rajta egy kicsit. Csiszolt rajta. Figyelj, nagyon nagy. Mondom, egy jó kis dögös ének. Ebből ez most még nagyobb sláger lesz, mint a és unadat. Az elejét ezt nem is mondtam, mert az a legjobb fonetikusan leíró ez, hogy kamai, let's go. Yeah, let's go. Jó, azt viszont nem viccből írtad, hanem így tudod leírni. A sajnos, abban, ott még komolyan vette. A szövegkönyvet nem ő fogja írni. Igen, tehát azért az a része az nem humor volt. Az a része az így jött ki. Figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. A Best of Morning Show. Hallottátok a Patakinak az újabb interjúját? Hogyne hallottuk volna. Hát én azok között vagyok egyébként, akik előre rettegnek, amikor majd egy 8-korú átölölj őket. A 8-korú? Pataki, én egyébként most már azt gondolom, hogy én nagyon kedvelem őt, és egyre jobban tisztelem, hogy ezt ilyen bátran és ennyire kendőzetlenül országvilág előtt különböző sajtóorganumoknak, csatornáknak ezt ő így vállalja, mert nagyjából hasonló dolgokban hiszek, amiben ő, abban, hogy valószínűleg nem vagyunk egyedül, hogy az univerzum végtelen, még abban is talán, hogy látogatnak bennünket, hogy talán vannak erők, akik ezt titokban tartják, vagy többet tudnak legalábbis, mint amit mi. De az ember keveset beszél, mert ugye hát megbélyegzik, hogy hogy a hülye, pedig nem feltétlen ördögtől való azt gondolni, hogy egy végtelennek tűnő univerzumban mondjuk egyedül, vagy nem vagyunk egyedül, és vannak intelligensebb lények, akik gyorsabban közlekednek bizonyos eszközökön, és ne adj Isten mondjuk bennünket is meglátogatnak. De mégsem beszél erről az ember azért annyira sűrűn. Meg nem így. De Attila megint adott egy interjút, és hát szenzációs dolgok vannak benne, és komolyan le a kalappal előtte. De tényleg le a kalappal előtte, ilyen bátran így kiállni, hát az számodra valami... ő egy hős, akkor ezek szerint, tehát hogy azt érzem kicsit, hogy a követendő példa maga. Nem, én szeretem, hogy valaki ennyire bátor. Meg egy picit vágysz is arra, nem, hogy átéld ugyanezeket a dolgokat, vagy legalább egy részüket, amiket Attila átél, például Pécs környékén, ahol van egy nagyon komoly anomália. Hallgassunk bele ebbe az interjúba, csak figyelj, egészen elképesztő. Közben egyébként nagyon kedveljük az Attilát. Sokszor beszéltünk vele, csináltunk vele interjút. Zseniális zenész, zseniális énekes, fantasztikus számokat írt, adott hogy elő az Eddával együtt. Megkerülhetetlen. Abszolút egy legenda, hogyha úgy tetszik. De hogy miket mond, ez egy friss interjú, a Velvet találta, vagy fedezte föl, és hát mi is belenéztünk, szóval hogy ilyen őszintén ezt vállalni le a kalappal. Következő dolgokat mondja. A naprendszeren kívül vannak különböző fajok. Hát ez mi? Például ott van egy anomália, ott kibejönnek. Na, itt van az első mondat. Igen, hát az anomália, ahol kibejönnek. Tehát Pécs környékén van egy anomália, ott kibejönnek. Uh-huh. Szeretik a Széchenyi teret? Hát nem hát, lehetett, vagy hogy... a tettye. Igen, lehet, szerintem inkább a tettye lehet az. Szerintem hol másutt? Mit tud vajon Attila, hogy mi történik Pécs környékén? Tehát ezt ilyen magabiztosan így állítani, ez több mint bátorság. Pécs környékén van egy anomália, ott kibejönnek. Hol? Időkapuk vannak? Fekete lyukak? Anomália. Nem időkap, ez anomália. Anomália. Van egy anomália. Tulajdonképpen, ha kellemetlenül kezded érezni magad, és átölel egy 8-kor, az ott egy anomália. Folytatódik tovább az interjú, figyelj. Voltam az autó, amikor Miami-ban éltem bele először valóságos délben Miami-ban egy teraszon találkozhattam két leánybelével. Hát azért... Két milyen belé? Plejád belé. Ne kérdezzél már arra a plejád belé. Mindjárt elhangzik, hogy kik a plejádok, itt helyre teszik. Figyelj! Plejád beliek, azaz a fiastyúk fényküldöttei, reptilianidák. Tehát a fiastyúk fényküldöttei, ők a plejád beliek. Tehát Miami-ban egy teraszon, egy szálloda teraszán délben Attila találkozott két plejád belivel. Uh-huh. Attilát is felfedezte a két plejád beli, vagy csak Attila fedezte fel a két plejád belit? Vagy volt egy ilyen összenézés? Nem, azt ő elmondta már régen, hogy aki hisz bennük, a felé nyitottak. Tehát, hogy én azért nem találkozom plejádbeliekkel, mert én ugye a szkeptikus vagyok. Ha már más dolgod van, egy csomó szépen a városban.
Hát igen, érted? Tecskönyékésen vagy mostanában Miami-ban, meg aztán pláne. És ő viszont, aki hisz benne, ő felé nyitottak a Plejádban. Figyelj, elképesztő bátor. És a Plejádbeliek is ugyanígy mesélik egyébként otthon a fiastyúk környékén. Tegnap találkoztunk megint egy ilyen egy kopasz humanoiddal, én nem hiszed el. Kopasz humanoid. Egy kopasz humanoid ott állt Miami-ban a szállodában. Úgy mesélik, hogy ahogy kiléptünk a pécsi anomálián. Igen, de a Szofiane. A Szofiane anomálián a tetjénél. De közel, egyébként komolyan tényleg mondom, le a kalappal az Attila előtt, mert ezt ilyen bátran bevállalni, azért ehhez kell tartás, és ehhez kell bátorság, mert erről az ember inkább hallgat, megbélyegzik, rányomja rá, mondják, hogy hülye, meg bolond, meg nem tudom, ő ezt vállalja. Folytatódik tovább az interjú, várja, még nincs vége. A nunakik Sirius beliek. Rengeteg fajt írtak már le azok, akik hasonló nem mindennapi kalandokon mentek keresztül, mint Attila, aki szívesen és gyakran beszél saját tapasztalatairól. Aljas az interjú készítő, és szívesen és gyakran beszél saját tapasztalatairól. Annyira hagyja a lábamat, annyira szemét. Úgy adja el az egész interjút, mintha egy ártatlan ember egyébként csak vidáman elmesél. Szívesen és gyanútlanul mesél ártatlan kalandjairól. Szemét dolog egyébként. Általában fogalmi zavar van, ez az UFO, ez ilyen UFO, és akkor UFO minden, ami zöld, kék, pepita, és nem megfogható, és éppen elszállt valamelyre. Attila látta a UFO-t, láttam olyan korongval, akkor biztos te is láttad, mindenki látta, vagy éppen nem korong, hanem éppen egy fél stadionnyi. Pedig megbeszéljük, hogy mi az UFO. Ezek között természetesen van olyan, amik valóban más dimenziókból, alaprendszer más fekneségből érkeznek. Jó, hát ezzel nincs baj. Tehát elmondja az UFO-kat, ezzel nincs baj. Nem? Elmondta. Elmondta, igen, hogy közben mutatnak egy képet, ez egy érdekes dolog egyébként, egy 2015-ös májusi vulkánkitörést, ahol brutálisan nagy hamufelhő megy, és közben a hamufelhő felett valami kicsi kis apró pont elrepül. Ez egy érdekes felvétel. Egy kabrió UFO és integetett Attila. Nem úgy van. Igen, hogy a füst segítség. Igen, rohadt életben. Megfulladok, megfulladok. Rengel. Maga a kép jó egyébként, ott valami elrepül. Amikor egy ilyenfajta elvittel után azért az ember, sőt a feleségem Mártika számtani. Bocsánat, csak hogy helyre tegyük, itt arról beszél, hogy milyen az, amikor éjszaka elviszik őt. Itt jön az interjú legbátrabb része, hogy éjszaka elviszik, igen, felesége Mártika is furán néz rá. Mert az UFO-kkal való találkozásokat, hogyha figyeltetek, azt így kicsit le is patítja meg, az annyira triviális. Igen, az bárkinek volt. Ez nem érdekes, de az elvitele. Éjszaka, amikor elvisznek. És nagyon jó érzékel. És nagyon jó érzékel belekeveri Mártikát, és nekem ez is nagyon szép. Utána egy 2-3 napra úgy az ember úgy megkussolgat. Tehát úgy, akkor tudta, hogy akkor már volt valami éjszaka, akkor ültem csendbe, mit kérsz, kösz egy teját csak. Azt mondja, közben szólok neked, hogy úgy 3 órája meg nem mukkantál. És ültem a fotelbe, és jöttet az... Elaludtál. Hát van az úgy. Hát mással is előfordult. Hát elviszik. Aha. Igen, elviszik. Aha. Ő ezt ugye sokszor elmondta. De megint egy interjúban ezt ennyire egyértelműen, ilyen tisztán nyíltan ő ezt felvállalja, hogy érte jönnek. És akkor utána, hogyha így elvittek a Plejádbeliek, a fiastyúk és környékére, akkor azért megkusolsz. Pár óra, még a teát sem fogod a Mártikától. Igen, de aztán már kéred 3 óra után. Akkor később csak kéred. Ugye, hogy nagyon bátor. Egyébként tényleg nagyon bátor. Tehát ezt így elmondani, gyerekek, hát nem tudom, hogy a bátor-e a jó szó, de le a kalappal. Tehát tényleg le a kalappal. De a most akkor nem kéred a teát, Tati. Tehát a foteledben 3 órát elszúnyókázz, és ezt arra fogni, hogy te a Plejád beliekkel randevúztál, az tényleg és bátor. Nem pedig az előző esti nagyotádi koncertre. Találkoztál valakivel. Ja, egy tovább az házasságomban volt olyan, amikor a feleségem közösen élt, érdelem élt meg élményt, de az enyém az általában nagyon nagy részben szolisztikus jellegű volt. Nekem volt is mellette, pedig hát aludt vagy feküdt az ember pár, és nem tudok semmire. Tehát ő, hogyha mondjuk ott felébredt volna, azt látja, hogy te mellette fekszel, vagy akkor itt fizikailag is eltűnt-e volna? Vagy éppen nem, vagy éppen nem. Hát ezeket is különböző változatok vannak, amikor próbálja költögetni az ott maradt testet, mert olyan is volt. Ki költögeti az ott maradt? A felesége. Nem Mártika, ez még a Mártika előtt volt. Ja, Mártika előtti feleség. Ja, hogy te kiszállsz a testedből, és közben téged keltegetnek. Igen, hogy kelljél már föl. De közben nem tudsz felkelni, mert nem vagy a testedben. Igen. Ha összetolnám magam, keltegetném a Wikit, és nem kellene föl, de közben lenne szívverése. Hát de most várjál, leereszt a Wiki, ahogy nincs benne, mert akkor csak a külső. Megpróbálom felfújni. Fordított esetben ő fúj föl engem. Bari, látom, nagyon le vagy ereszte. Figyelj, amikor engem elvittek, én leeresztettem, de hál' Isten a Wiki mindig nem felfújt. Mozdul, de már legalább mosolyog. Mint a robotpilótát az Airplane-ben, ahogy ugye a pilóta felfújta a robotvöre. És közben kiabálna a Benninek, hozd a lábpumpát, apád megint leereszt. Anya, lehet, hogy te is kell lesz. Hozd a kézipumpát.
És most a kompresszorra. Kössük a kompresszorra, kössük a kompresszorra. Szóval, hogy mi történik, hogy elvisznek téged, de a tested, de a ott, tested marad? Ott marad, és hiába kelteget a feleséget, hogy átjárti, kelj már fel a fálapi pista háromszor jól, hogy még új hurkészlet akar venni, és hogy kéne, hogy rábólunk. Kéne náfászámlát, vagy nem vett egy új gibzon. Hallondom, ha vannak asszából, kéne egy három rugó legalább. Azért gyerekek, akkor fogom összetojni magam, ha igaza van. Ő is azt mondja. Mit? Hogy azt mondja, megijedni. Mi, akkor mi van egyébként, ha igaza van? Én szurkolok, hogy igaz legyen. Persze. De tényleg, hát ezek után már csak Attila miatt is. Mert én őt tisztelem meg. Tehát nagyon, én nagyon kedvelem. Mint zenész, mint énekes, én őt nagyon tisztelem, és nagyon szurkolok, hogy kiderüljön a végén, hogy tényleg neki volt igaza. Várja, folytatódik az élmények, tehát sokszor igen megrázóak. Edda Dali született már hatásukra. Annyira aljas. De nem biztos. Annyira aljas, hogy ezt egy ilyen nagyon klasszik, nem tudom milyen anyagot nézik. Ezek az élmények természetesen az álnaív riporter, tudod, nagyon megrázóak. Edda Dali született róla, tehát az egészet úgy adja elő, természetesen, mint ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. Ez volt a Kék sugár című. Ami nem csoda, hiszen egyszerű szavakban, pláne egy rövid riportban Attila szerint lehetetlen átadni a történeteket. Nem az a lényeg, hogy Pataki Attila mit mond, hogy látta, mit élt meg, hanem bárki kétkedik, annyit kell beírni, Kanada volt... Jaj, ezt én is sokszor mondtam, ezt ugorjuk át. Igen, igen. Ezt nem hallottuk, ezt én is mondogattam néha. Igen. Jó, de Kanada volt, de miniszter azért érdekes dolgokat mondott. Igen. Azért az érdekes dolgokat mondott. Igen, de abban közrejátszott az is, hogy fel annyi nyugdíjat kapott. Igen, és aztán az orvosai érte jöttek. Igen, és kérték, hogy Ribotrira ne íjjon. Tehát majd mondták neki, öreg nyugdíjas vagy, elkezdél a Ribotrira inni, ne tedd. És százszor megmondtuk már, hogy alvázzavarid vannak, nyugtatod, soha ne így áll. Léci, legalább azon az éles lőészeten rakd be a füldugókat, jó, mert nagyon közel állnak a taracok. Ajajajajajajaj, gyerekek. Komolyan, egyszer kiderül, hogy igaza van. Paul Helliernek hívják az urat, Kanada volt védelmi minisztere. Őt kell meghallgatni, hogy 9 percben mit mond. An investigation was launched into this whole subject. Mindjárt fordítom. And a document was prepared, which concluded that at least 4 species had been visiting. Okay, tehát azt mondja, hogy volt egy nyomozás, ugye, amiről készítettek dokumentációkat is, és a dokumentáció azt bizonyítja, hogy legalább 3-4 faj több ezer éve látogatja a Földet. Aha. Ezt mondja a Kanada védelmi minisztere. Hát, igen, és? Volt. Jó, hát lefogadt. Nem véletlenül, hogy leváltották. Szerintek vagytok, lehet, hogy nyugdíjba ment, azért nem feltételezik. Azért, mert volt védelmi miniszter, azért még nem biztos, hogy ez Kanada volt védelmi miniszter, ez egy totál hülye, nem? Ugye? Hát igen. De hát, ugye, koránál fogva nyugdíjazták, tehát ő kitöltötte a mandátumát, vagy pedig észrevették, hogy ilyen top secret iratokból, hogy hívják ott kérdezik. A budi a top secret iratokkal. Gőzhajókat hajtogat, meg ilyen. Nem tudom, azért ez érdekes, hogy egy ilyen tisztséget betöltő ember, erről azért beszéltünk pár éve, ezt mondja. Egy szenátusi vagy kongresszusi felszólalásban. Tehát, hogy ahol azért ott ülnek komoly öltönyös emberek mögött, de azért ez érdekes. Az, és nem én mondom, nem a Pataki mondja, ezt ő mondja. Azóta sincs semmi. Felesetbeosztásra vettétek-e, hogy ebből a hírből azóta sincs semmi. Tehát se honnan tudjuk, hogy nincs semmi? Hát se azért, mert Magyarországra nem jut el. Hát azért az más eljutott, számos felszólalás, irat, nem tudom, ismertetés, stb. Azért van egy csomó minden. Nem egyik, nem a volt kanadai védelmi miniszter lenne az egyetlen ilyen felelős beosztású, vagy korábban felelős beosztású ember, aki furcsán kezd el viselkedni. Nálunk is volt olyan rendőrtábornok, akik előszeretettel brunyált oldalba autókat nyílt utcán. Ez is igaz. For thousands of years. És Paul Helléről után szeretném felhívni a figyelmet Hillary Clinton mostani kampányára, amiben azt ígéri, hogyha megválasszák őt elnöknek, akkor felfedi az X-aktákat. Tehát amivel az egész földön kívüli téma le van fedve, tele van gőzzel, és már így emelgeti a fedelét, és pillanatokra szerintem fel fog csapódni, hát akkor kapaszkodós lesz azoknak, akiket ez a téma annyira nagyon nem ért. Ez nektek szól. Kis, puha, kakis lesz a bugyi majd. Kakis lesz a bugyi, fogtok rohamálni kakis bugyival. Bali, igazad volt. Ati, ne haragudj, megkövetünk téged. Kakis bugyival itt fogtok üldögélni. Arról szólt, hogy meghívták a vacsora csatába, és egy kis burkot promóciót akart ezzel a fedős, meg gőzös. Nyilván sütni fog. Na, csak itt jön az interjú vége. Sőt, azoknak meg rettentesen, akik az orrukat túrták, meg kirőgjani. Na most itt értem célba. Erre nem tudok mit mondani. Oké, ez nekem szó. Ha most lenne webcamünk, azt gondolom, hogy Ati feltörte. Ez én vagyok, basszus.
Itt vagy valahol? A gépeden nincs kamera, szemben van kamera. Van. Akkor le, ott százszor megmondtam már János, hogy legyesz és zsebkendőt használj. De azt hiszem, 8-9 éve dolgozunk együtt a rohadt életben. Ötték, meg csúfolódtak rajta. Hát azok, amikor először majd átölel őket egy 8-karú szeretettel, akkor valószínűleg a naci tele lesz. Mintha én mondanám. Igen. 8-karú szeretettel, ez azt jelenti, hogy Atit már átölelte? De szeretettel. Hát sokszor. Hát szeretettel. Nem szeretette. Aha. Igen. A sunyiba púzósokat nem mondják, hogy fel is tudjon csatlakozni. Miért az ortúrós üzent Attila a Morning Show két hitetlenének. Szóval ugye, hát le a kalappal. Én azt gondolom, lehet, én hiszek a földön kívülekben, és azt is hiszem, hogy jönnek, és itt vannak, és tanulmányoznak, és figyelnek, és abban is hiszek, hogy valószínűleg ezt nem hozzák még egyelőre nyilvánosságra. De így kiállni, és egy műsorban ezt elmondani, gyerekek, Attila egy bátor ember. Sokszor egymás után. Sokszor egymás után. Azért ehhez komoly bátorság. És hát ott van szürke eminenciásként Mártika is. Aki szintén többször átéte. Hát ők ugye találkoztak gyúrós ufókkal is, tehát hogy ez is ugye mennyi pár hónappal ezelőtt. Tényleg. Sztori, igen. Hát, és ott azt hiszem, hogy egy buszon futottak össze ráadásul. A plejádok gyúrnak, vagy ez egy másik nemzet? Vagy a plejádokon belül vannak, és nem gyúrós? Nem tudom, ők azt hiszem street worker utasok. Egy hallgató megírta, hogy nem a klasszik okszos gyúrós. Hogy zajlan az első kommunikáció a Attila és a fölönkülnek neve. Szia, hogy hívnak? A nevem Pat. De sokan csak Attilának hívnak. Akkor te vagy Pat, aki Attila. Aki Attila. Lenne az első pont. Lenne az első felvétel. Meg is van. Pat, aki Attila. Zseniális. Na jó van. Gondolkozom, hogy lehet ebből új témát csinálni, hogy belevonjuk a hallgatókat, de hát nem akarom. Nehéz. Milyen UFO észlelése volt, ki hisz az UFO-ban, kinek van olyan ismerőse, aki nagyon hisz benne, és mikkel fáradt benneteket, ezt talán megcsináltok. Hát Pécsen, vagy Pécs környékén van egy anomália. Ott így a pécsiek, illetve a Pécs környékiek, hogyha tapasztaltak ilyen anomáliát, vagy bármit, amit ők anomáliának gondolnak. Többen írták, hogy szerintük ő anomália. Hogy ott kibejárkálnak. Igen. Többen írták, hogy ez csak egy pécsi anomália. A Pécs egy anomália. Nem, Atti, anomália. Anomália, és tényleg kibejárkálnak be. De ennek nem nagyon örül. Drága hallgatók, ha van a környezetetekben olyan ember, aki szintén ennyire bátor és így hisz benne, írjátok meg, hogy ki ő, egy nagyi, egy nagypapa, egy após, egy anyós, aki videókkal, összeesküvés elméletekkel fáraszt benneteket, családi összejöveteleken előáll és azt mondja, hogy a Vezúvban laknak, és onnan repülnek ki, vagy a Mariannárkot használják búvóhelynek. Bármi, tehát hogyha van a családotokban egy hasonló ember, mint Attila, aki ezt ilyen bátran nyíltan, nem számolva a következményekkel vállalja, írjátok le, hogy ki ő és mi az elmélete. UFO-kkal kapcsolatban, földön kívüliekkel kapcsolatban, chemtrail-el kapcsolatban, bármi, tehát mit csinál egy ügyeletes, összeesküvés elméleteket sejtő nagypapa, nagymama, anyós, barát, férj vagy feleség, jó? Ezt írjátok meg nekünk. Ha esetleg egy társas úton összefutottok, mit tudom én, egy loire-menti kastélyok szervezett túrán néhány plejád belijöel, akkor azt is írjátok. Vagy van olyan rokon ismerős a családban, barát, aki tényleg habzószájjal hirdeti, hogy higgyük el, hogy neki igaza van, írjátok meg, hogy mit mond. Jó? Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan. 2 perc múlva szép reggelt kívánom mindenkinek. Itt vagyunk, és érdekes dolgokról beszélgettünk. Egy Pataki Attila videót elemeztünk ki. Mutattuk meg, a Velvet találta, és hát... Erős anyag. Elképesztő dolgokat mond. Még ha az ember hisz is ebben, tényleg én azt hiszem, Attila országunk egyik legbátrabb embere, hogy így kiáll a széles nyilvánosság elé, már amennyiben a Petőfi TV széles nyilvánosságnak mondható, és ezt így elmondja, akkor hát le a kalappal előtte, UFO-król, plejádokról, fényemberekről és mindenről volt szó ebben az interjúban. És arra kértük a hallgatóinkat, hogy írjátok meg nekünk, hogy a ti családotokban van-e olyan ember, aki hát szintén Attilához hasonló módon hirdeti az igét, összeesküvés elméletekben, UFO-kban hisz, és szeretné a család többi tagját meggyőzni arról, hogy már pedig itt vannak, figyelnek bennünket, és veszélyben vagyunk. Itt van egy hallgatónk, Gábor. Hello, Gábor, jó reggel. Hello, jó reggel, sziasztok. Hello. Szia. Na, nálatok mi a helyzet? Minden rendben, én annyira nem hiszek az ilyen dolgokban, de meglátjuk, mi lesz majd. És ki igen? Hát a kedves szomszédom, ő eléggé hisz ebben a dolgokban. Olyannyira, hogy kitalált, hogy gyógyítják az UFO-k minden hónap csütörtökén, valamelyik csütörtökén. És hogy erről legyen valami anyag is, elkezdték és felszórták az egész lakáslisztet.
Nem mondod komolyan. De, és a haverjában belült a szekrénybe, hogy majd lekamerázza a gyógyítást. De egészesen nyilván ment a vírasztás, hát nem lett semmi belőle. De várjál, a liszt az mire jó? Az, miért kell? Hát a lábnyomok. Hát ja, de hülye vagyok, hát... Aha. Tehát, hogy legyen lábnyom, hogy kijártott. Hát legyen lábnyom, nyilván, persze, hogy kijártott, meg hogy néz ki, meg milyen lába van. Haver az beült a szekrénybe, kamerázta, nyilván nem lett semmi. Konklúzió annyi lett, hogy hát elnézték a naptárat. Tehát, hogy jönnek, csak nem ezen a csütörtökön. Így van, és nem fogjátok elindni következő héten, ismét felszorták a lakást, és beültek a szekrénybe. Hát nem mondott komolyan. Hát, van ilyen, de nem lett megint csak semmi, hogy nem tudom, úgy látszik szégyenlősek vagy. Nem hogy az lehet, majd még meglátod, csinálnak két ilyet, és utána az lesz, hogy azért, mert ők lebegnek, tehát azért nincs lábnyom, és amikor jönnek, akkor elaltatták a havert a szekrényben. Egyen. És a kamera, az megállt? Az megállt, hát persze. Majd meglátod, a negyedik órában van rajta egy ilyen kis röccsenet, valami kis dropout a szalagon, vagy nem tudom micsoda, az lesz a megállítás. És én így csinálnám, én ezt mondanám. Igen. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Kitartás. Hello. Nagyon helyes SMS-ek vannak. Pécs olyan csóró, hogy itt még anomália sincsen, azt is küldte nekünk. Az én ismerősöm Váltig állít, hogy minden este UFO-t lát, pedig valójában egy játékkereskedés Kft-nek a fényjátékát látja. Szegénynek nem egyszerű. A volt szomszédunkat vitték el a Siriusiak. Rendszeresen kísérőadásokat tartott nekünk a dimenzióváltásokról. Azt mondta, hogy ne jegyen meg senki, a hány ingere van, a dimenzióváltás miatt van. Az dimenzióváltás. Erre a párom csak annyit mondott, hogy tény, hogy van hány ingere, de azért, mert mennie kell dolgozni a hetedik éjszakára. Meg akarta mutatni az üveggömbjét is. Az ismerősöm szerint a hold túloldalán bújtak el az UFO-k, és nem sokára támadást indítanak ellenünk. Nagyon sokszor mesél erről. Azt mondja, hogy hamarosan eljönnek, alig várja a találkozást. Itt van egy újabb hallgatónk. Halló, jó reggelt! Üdvözlöm, László vagyok. László, hello, László, jó reggelt! Hello, jó reggelt! Mindenkit üdvözlök. Na hát az én történetem végül is az unokaöcsémmel történt egy elég ilyen érdekes dolog. Most várjál, tiéd vagy az unokaöcsém? Tehát veled vagy az unokaöcsém? Nem, velem is az unokaöcsémmel. Aha. Vittes vagy. Na szóval a történet a következő. Hajdú-Bihar megyében voltunk éjszakai horgászaton, ezt szoktunk horgászni. És tulajdonképpen, aki horgászik, az tudja, hogy kiveszi a botot, beteszi föl, csalja, de stb. Hát láttam, a horgászat az így zajlik. Hányományosan vezőet csináltatok a horgászatnak, de néhányan ezt még így csinálják valóban. Ez a következő, hogy olyan éjjel, olyan 2 órakor, mert az autóba a villany lekapcsolt, a rádió nem működött, és akkor így néztünk egymásra, hogy mi is történik. És az volt az érdekes, hogy mint hogy egy üvegkupola alatt lettünk volna, hogy a csillagokat nem láttuk, ott volt egy ilyen egy kilométerre körülbelül egy ilyen vasúti átjáró, és egyszerűen semmi nem működött. És akkor... Láttátok az egy kilométerrel arrébb a vasúti átjárót, hogy nem működik? Igen, mert a fény világított. Fejére világított. Aha, és ti ültetek egy üvegkupola alatt? Igen, körülbelül. Ez a kocsi ki volt, ez egy Citroen Berlingo volt, hátul ültünk tulajdonképpen. Na és akkor a következő az volt az érdekes, hogy utána olyan 2 óra körül egyszer csak teljes nappali világosság lett. És akkor mi nem is vettük így észre tulajdonképpen ezt a dolgot, meg semmit nem foglalkoztunk úgy vele. Hogy nem vettétek észre, hogy nappali világosság van? Igen. Ilyen kettőkor nem tűnt fel? Nem ittunk semmit, mert autóval mentünk, úgyhogy vezettünk. Uh-huh. Na, hogy tulajdonképpen, és az volt az érdekes, hogy utána 2 hét múlva együtt mentünk valahova megint bárhova. Mondta nekem a... Bármi, bárhol. Eléggé megalapozott a sztori. És ott volt még bárki is. Igen, bárkivel együtt mennünk bárhol. Igen, figyelünk, csak próbáljuk kibogózni a részleteket. Igen? Mondta, hogy nem akarom, hogy hülyének nézzél, de én úgy érzem, hogy 5-6 óra ott kiesett. És akkor mondtam neki, Csabi, mondom, én is gondolkoztam ezen, de mondom, én sem mertem mondani, mert azt mondod, hogy te vagy én vagyok a hülye. És akkor esett le, hogy 2 hét után ez az élmény előre jött. Uh-huh. És ilyen kérdésem magzott, hogy Csabi, te fogtad meg közben a seggel? szóval nem azt mondom, hogy eltérítettek, nem azt mondom, hogy bármi volt, aha. De... És mi volt a nappali fény oka? Tehát oké, hogy nappali fény volt éjjel-kettőkor, de az emberre csak körbenéz, felnéz, hogy felkapcsoltak valamit, vagy... És nappali világosság volt. Nappali világosság volt. Tehát nem azt mondom, hogy eltérít, mert utána kerestünk ilyen jeleket magunkon, de nem találtunk. Tehát ott vagy valami időanomália volt, vagy tényleg nem azt mondom, hogy elvittek minket, mert én ebben... Hát a tárgyi bizonyíték lett volna, akkor igen, de... És aztán újra besötétedett, vagy maradt a világos?
Újra besötétedett, vagy maradt a világos? Nem, maradt. Tehát éjjel a világos. Utána mentünk tovább a dolgunkra. Aha, értem. És ez egyetlen ilyen közös élményetek volt, vagy előfordult később is, amikor mentetek bárhová? Egyetlen, amikor így volt. És mondom, megdöbbentő volt, hogy 2 hét múlva fedeztük ezt föl, addig nem is beszéltünk így erről. Tehát biztos, hogy volt valami idő eltolódás, vagy valami, és mondom, ott hát vannak állatok, vannak csillag, tehát nyár volt, és totál sötétség, semmi hang nem volt, nem kiribertek, semmi. Nem lehet, hogy lemerült a Berlingónak az aksia? Nem, utána tudtunk menni tovább. Mentetek tovább. Hát ez egy érdekes történet. Tulajdonképpen én ezt pár embernek már mondtam, valaki elhiszi, valaki nem, de ha nem én élem meg, és egy tanúval akarsz, és azt mondom, nem hiszem el. Aha. De azóta voltatok együtt valahol? Állandóan. Igen? Persze. Hát köszönjük, hogy elmondtad. Na, úgyhogy körülbelül ennyi a... Csabi? Köszönöm. Csabi a barátod. Csabi az unokölcsém, igen. Unokölcsém. Aha. Igen. Na oké, köci, ciao. Beszélünk azért Csabival is. Ciao, hello. Beszélünk ilyen Csabival, hogy ő, hogy emlékszik az esetre. Nekem volt egy kolléganő, 50 körül volt, sosem beszélgettünk sokat, majd egyszer csak elkezdett olyan e-maileket küldeni, hogy ő egy idegen faj, és hogy látja a körülvevő fényen milyen tiszta, azért mondja el nekem ezeket. Mondta, hogy jön a megtisztulás ideje 2 év múlva, és hogy szeretné, ha csatlakoznék hozzá. Haláli önuralom kellett hozzá, hogy ne röhögjem arcba, majd azt mondta, hogy vigyázzunk a varázs gömbjére. Ennyi. Ez az SMS. Hát igen. Szóval, hogy azért vannak érdekesek. Érdekes SMS-ek. Picit ez nehezen érthető. Vajon mi történt Csabiékkal ebben az 5 órában? Ezért ebben ez sok kérdés vett föl. Azért ott nem szabad tényleg. Lehet, hogy valami élményfürdőben pecáztak így. Igen. Felcímkézetlen bontott üvegből nem szabad. Igen, ha az ember ráadásul szed valamit, akkor meg aztán pláne nem. Az én nagybátyám UFO kutató szövetség tagja és feltaláló, órákig tud beszélni, a legjobb barátjával Jánossal már beszéltetek. Hello, nekünk a nagyfater állította hosszú éveken keresztül a családban, hogy Kennedy lőtt először. Ez jó. Figyelj. Ugye, mert hogy összeesküvés elméleteket. Tehát csak önvédelem volt. Tehát Kennedy ült a limuzinban Dallasban. Megcsillant valami egy közeli gyárépületnek az ablakába. Kennedy odalőtt, majd utána erre megkapta a választ. Előrántott a flintát. Igen, a feleség azt mondta, hogy ne most lőj. És akkor ő utána szegényt lelőtték. Hát, igen. Na jó van. Köszönjük szépen az SMS-eket. Hát sok helyen. Vannak azért érdekes családtagok. Egy este rémülten állt valaki a szobában, reggel vettem észre, hogy a gázcsövön száradó munkás gúnyám volt. Kaptuk SMS-ben. Mutatjuk, hogy mit kell kitalálni. Jó, drága hallgatók, figyelj mindenki, aki játszana velünk 3-asugrást. Lezártuk a témát. Jön a játék, ha szeretnétek játszani, akkor figyeljetek. Ez a beugró 3-asugráshoz. Halló! Hangos volt. Kicsit Brian Johnson. Kicsit vér folyik a fülemből. Igen, na figyeljen mindenki. Jó? Na hát ez nagyon könnyű. Az összeset játsszuk sokszor is. Ismerős lehet, hallottátok már, úgyhogy ezt nem is kell többször megmutatni. Azt tudtátok egyébként, hogy aznap reggel, azon a tragikus reggelen Lennon a Dakota ház előtt mindenkire megpróbálta rátukmálni az autogramját, és Chapman nem akart elfogadni? És ebből lett egy nagyon csúnya szóváltás. Igen, és így szegény Lennon, így lett vége. Igen, ő kereste a bajt. Tudod, hogy még mindig nem akarják kiengedni. Hála, jó Isten. Nem baj. Hát aztán meggyógyult egyébként. Aha. És hogy egészség, szeretne visszatérni a társadalomba. De hogy nem engedik ki, mindig ráhúznak még öt évet, de hogy azt mondja, hogy oké, megbánta, leültem, most már engedjék szabadon. Ez is érdekes kérdés egyébként, nem morális szempontból, hogy mikor megbocsátható egyáltalán? Ült 30-35, nem tudom, 20 évet, 30-at, hogy most már azt mondja, hogy oké. Hát reméljük, hogy nem sokat olvasott a sitem, mert az ő személyiségére az olvasmány élvény elég rossz hatással vannak. Ő ugye azt mondja, hogy az abhegyezőnek a hatására ment oda, és aztán nyírta ki Lennont. Szegény. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.